Nos, kellemes estét, re-entry-vel jelentkezek ma nap folyamán, ma este. Ennek apropója, hogy kapott egy kis frissítést. Nagyon kellemes meglepetésemre implementálták a Trackier irányítás, vagy Trackier rendszert a játékba, úgyhogy végre tudunk nézelődni az űrhajóba, ami nagyon rettentően jó, mert itt be tudunk kukkantani mindenhova, és nem csak egérrel kell bohóckodni. Jó, természetesen vannak hátulütők is, mert akár kikandikálhatunk az űrhajóból, ami egy kicsit illúzióban romboló lehet, de mindegy, a lényeg, hogy befejlesztették végre nagy nehezen. Ugye ez olyan típusú játék, ami megkívánja gyakorlatilag, és a fejlesztőktől kísérták, és a fejlesztők voltak olyan jó fejek, és bele tunkolták a játékba. Nem, mintha nem lett volna eddig is jó pofa ez a cucc. Ugye ezt már egyszer elővettem a Gemini és a Mercury programok kapcsán, és egy nagyon picit belenéztem az Apollo programba, majd megijedtem, és annyiba is hagytam a dolgot. Nem azért, mert nem tetszett, hanem azért, mert ijesztően komplex a dolog. Ugye rengeteg a gomb, ugye a amerikai űrprogram kapcsán, ugye azt tudni kell, hogy három nagyfő gombóc volt gyakorlatilag az út során, ugye az első volt a Mercury program, ahol gyakorlatilag igazából a pilóta csak kapaszkodott, tehát egy nagyon-nagyon egyszerű, igazából atomtöltetek célba jutatására alkalmas Redstone rakéta orr csúcsába, orr kúpjába haladt gyakorlatilag az űrbe, és tényleg nem volt semmi dolga. És az is, annak is, vagy azt is megköszönhette, hogy nem egy majom volt ott, mert igazából az volt az eredeti terv, tehát igazából tényleg semmit nem kellett nyúlnia, de semmihez nem kellett nyúlnia, csak annyira föllázadtak a programban létrevő pilóták, hogy nem tudták megjátszani ezt, illetve hát beelőzött Gagarin, úgyhogy muszáj volt überelni az oroszokat. Tehát ott gyakorlatilag ugye nem nagyon csinált semmit a pilóta, hogy gyakorlatilag ott kapaszkodott, tehát volt egy szekvenszer, vagy ilyen szekvences jelzőlámpa sor, amit ugye fölvillant szépen, és a megfelelő időpillanatban megnyomta megfelelő gombot. És igazából azt hiszem, nagyon hibát, tudod hibát csinálni, de nem nagyon. Be kellett volna küzdeni ahhoz, hogy ő gyakorlatilag ott olyat csináljon, ami miatt ugye nem tud visszajutni. A Gemini ugye egy kicsit már komplexebb volt, az már ugye két személyes volt, és ott már ugye a fő cél az volt, hogy kipróbálják azokat a manővereket, műveleteket, amihez mindenképpen ember kell gyakorlatilag. Úgyhogy az egy tulajdonképpen a legizgalmasabb, és egyébként a szimulátorban is azért időztem el sokat vele, noha még egyébként csak mindegyik early access, tehát egyik se végleges történelmi küldetés, meg annyira nem pontos a készítők. Azért érdemes el időzni, mert ugye az tényleg egy ilyen űrveszten, mert ott ténylegesen a pilóták kezében volt az irányítás, tehát ott az tényleg arra volt kitalálva, hogy ott az emberek röpködjenek, és amint pályára áll, gyakorlatilag ott repdessenek jobbra-balra, és szerelgessék azt a kis teszt agyinát, amit fölülöttek gyakorlatilag, tehát tényleg az első lépéseket azzal tették meg, tehát ez igazából az első telepesek a prérin típusú hőskornak tudható, és akkor utána jött ugye az Apollo program, ami egy óriási nagy ugrás, mert hogy ugye már az Apollo kabin, hát ha ránézünk is, úristen, tehát ez már gyakorlatilag, hogy itt már gombok száz milliárdjai vannak minden irányba, és rettentően ijesztő. És annak nem is néztem annak idején utána a dolgoknak, most vettem a fáradtságot egy picit, most, hogy megjelent ugye ez a trekkiáros támogatás, úgyhogy most egy picit beástam magam az Apollo kapszulának a működésében. Nem mondom, hogy sokáig jutottam, de ugye az alaprendszereket nagyjából megnéztem, tehát nagyjából tudom, mi történik nagy végletekben, bizonyos fázisokban. Természetesen minden fázisban még nem, mert azért az emberes, vagy embertelen, amit ez a játék produkál. Mutattam egyébként, hogy milyen PDF-e bírunk, tehát gyakorlatilag itt van egy mellékelt kis PDF, ami gyakorlatilag, igen, az látszik, amit mutatok. Tehát gyakorlatilag egy laza kis 196 oldalas, 6 oldalas manuált kapunk gyakorlatilag az Apollo programhoz, amiben aztán itt az égettagában minden le van írva. Korabeli dokumentációktól kezdve műszaki rajzokon át egészen kapcsolási rajzokig. Tehát gyakorlatilag mindenféle dolog megtalálható benne. Picit nagyon érintőlegesen mutatom gyakorlatilag, ugye alapvetően ezekből a gombócokból lát ugye az Apollo 5, ugye volt neki egy első lépéses boostere, egy második lépéses boostere,
egy negyedik, vagyis hát harmadik fázisod, de azt S4 boosternek hívták, csak is a megtévesztés kedvéért, illetve az orkúban a parancsnoki modul, illetve hát mögött a hordraszálló egység, a lunar modul, az elem, a parancsnoki modul, a command modul, és a kis mentő rakéta, ez a kis orr csúcsán helyezkedő kis gombóc volt, ami ugye magukat az űrhajósokat szállította, és hát itt ki van részlet, ez a mindenféle, tehát tényleg, hogy hogy nézett ki maga a parancsnoki modul, a leszálló modul, a szerviz modul, mert ugye a parancsnoki modul is egy kettő részből állt magából a kabinból, és gyakorlatilag ebből a szerviz modulból, ami az odaúthoz szükséges mindenféle földi jót szállította, ebből egy kicsit belemegyünk, mert most megnéztem, és állati érdekesen, és nagyon jól működik már ez a része egyébként az egésznek. És ugye itt szeparált, tehát amikor fölkerült egy pályára, akkor ugye szét jött ez a burkolat, és akkor ugye megfordult a parancsnoki modul, és össze cuppant gyakorlatilag a lunár modul, és úgy indultak a célhoz. És egyébként ami rettentő tanulságos ebbe a programba, meg az egész, és visszaváltunk a szimulátorra, hogy tulajdonképpen az Apollo program az tényleg arról szólt, hogy minden létező dologra föl tudjanak készülni, mert ez az egész kapszula, amit itt láttunk, meg az egész kabin, és az egész rendszer arról szól, hogy hogyan tudták minimum kétszeresen, de inkább többszörösen, háromszoros, négyszeresen, ötszörösen túlbiztosítani az egészet. Tehát itt, amit látunk, itt minden funkciónak, és minden gépnek, és minden kütyűnek legalább a minimum egy teljesen egyenértékű más rendszerrel működő variációja, és az üzemanyagrendszertől kezdve az áramellátástól kezdve a meghajtáson keresztül az irányváltás egy minden duplikált vagy triplázott, gyakorlatilag, amit itt látom, tehát minden műszer és egyéb funkciókat többszörözött. Úgyhogy azért ilyen ijesztően rettentő sok a gomb, tehát ezért állatival bonyolultabb egyébként, mint a sokkal bonyolultabb, mint a Gemini kapszula volt. Hát alapvetően ugye itt három szeméről beszélünk, ugye itt bal oldalon ült a gyakorlatilag a parancsnok, középen ült a pilóta, és jobb oldalon szintén pilótának nevezi a játék, most egészen pontosan nem néztem utána, de ellenpilótnak nevezi, mondjuk nevezzük mások pilótának. Ugye azért űrkapszulánál kicsit fura ugye pilótának nevezni valakit, maradjunk inkább a mérnök. Ér az inkább a speciálisabb dolog, és rögtön érdekes észrevenni valamit, ami rögtön nem fog leesni nyilván, és én sem tudtam egészen mai nap folyamán, még rég nem olvastam azt a manuált futólag, hogy ugye például az elrendezésben is egy állati érdekes dolgot csináltak, hogy itt ugye három személy van, és maga a személyzet is túlbiztosított. Tehát gyakorlatilag ugyan elrendezve az egész, hogy a középen ülő pilóta, tehát alapvetően a műszerek két nagy kupacra vannak osztva, baloldali, az gyakorlatilag igazából a repülés irányítás. Tehát itt baloldalon látható a kompjúter, a főműszeres, fő visszajelző műszerek, tehát a repülés irányító műszerek, a meghajtást szabályozó műszerek, ugye maga az irányító kar, gyakorlatilag ami duplikált itt is, ott is. Jobb oldalon pedig találhatók azok a műszerek, amik magát az egész rendszert működtetik, tehát az üzemanyagellátó rendszer, az áramellátó rendszer, a meghajtó fúvókák, stb. És a két oldal paneleme minden duplikálva gyakorlatilag, és az érdekes az elrendezés, hogy belegondolunk, mert a három ember között picit átgondoljuk, akkor bármelyik megpusztul, mert nem tudom, szívinfarktust kap, vagy meghal, vagy bármi történik vele. Még ergonomiailag is úgy van kialakítva az egész, hogy gyakorlatilag bármely két ember, bármely létfontosságú műszerhez gyakorlatilag hozzá tudjon férni. Tehát, hogyha mondjuk a jobb oldali pilótát, mit tudom én, ott éri a, mit tudom én, a szív-szélhűdés, akkor gyakorlatilag a pilóta még bőven át tud nyúlni gyakorlatilag a mérnöki műszerek, az jobb oldalt, és a pilótával még ugyanúgy le tudja zavarni a küldetést, ha netán, mit tudom, nem tudja kiszedni a székéből, vagy nem tudják odik mozdítani, és ugyanez igaz bármilyen kombinációban, tehát a két szélső ember is ugyanúgy elér középen mindent, és tehát gyakorlatilag bármely kombinációban két ember gyakorlatilag bármely gombját a műszereknek eléri, kivéve a két oldalsó panel műszereit, ami meg egyébként duplikált, vagy olyan, ami nem létfontosságú feltétlenül, tehát mondjuk biztosítók vagy megszakítók, amik mondjuk az enyék el tudnak repkedni. Gyakorlatilag ilyenekre is úgy figyeltek, tehát egy egészen elképesztő az egész.
És egyébként most az a tervem, hogy fölmegyünk pályára, és egy picit megnézzük azokat a dolgokat, amiket így már kitanulmányoztam. Mit hogy kell belőle vezérelni, gyakorlatilag mit hogy kell csinálni. Alapvetően ugye a szimuláció 24 perctől indul, és ne lepődjünk meg, hogy nem látunk ki az ablakon, ez nem hiba, az azért nem hiba, mert ugye rajtunk van a mentő rakéta, ami ugye a külső nézetben látszik, hogy ez egy plusz burkolatot jelentett gyakorlatilag a parancsnoki modul felett. Tehát ez egy olyan plusz burkolat, ami ugye leárnyékolta az egészet. Ha gubanc lett volna, akkor gyakorlatilag ez egy az egybe lerántja az egész parancsnoki modult, és még a, egészen a pályára állásig, tehát az emelkedési fázisból ugye visszahozta volna legalább a személyzetet, ezzel a kis mini mentő rakétával a tetején, ezt egészen a felsőbb légköré, tehát egészen a pálya, tehát a harmadik fokozat elindulásáig tudták működtetni, utána dobták csak le gyakorlatilag. Úgyhogy azért nem látunk ki, de hát ez normális, de ezen ki fogunk látni. Úgyhogy visszahuppanunk a parancsnok székébe, és akkor gyakorlatilag így futunk egy ellenőrző listát. Ugye ameddig én el tudtam jutni, az nyilván a pályára állás, de azért van egy alapvető trükk, hogy miért tudtam én ezt alapvetően megcsinálni. Azért, mert hogy ezt a gépet azért már alapvetően nem a pilóták vezették, tehát eltérően Gemini-től, itt azért ez már olyan komplexitású volt, hogy itt nem. Tehát a medve meg az Apollo 11 nem játék, tehát itt azért nem nyomogatott senki semmit, ha nem volt feltétlenül muszáj. Tehát gyakorlatilag a felszállást és a legtöbb műveletet gyakorlatilag a komputer irányította. Megvolt az a szabadságuk, hogy átváltottak, tehát itt most már ezt így tudom mutatni, bár nem lesz nagyon látványos, de a SC count, tehát hogy CMC vagy SCS, ugye ez szabályozta, hogyha ugye komputer, tehát CMC módba volt, akkor gyakorlatilag ez azt jelentett, hogy az összes vezérlést, az összes a kapszula összes irányító rendszerét gyakorlatilag mindent a komputer irányított. Hogyha valamilyen megőrültek a pilóták, hogy úgy gondolták, hogy ez nekik nem megfelelő, vagy hát ugye manőverezni kellett mondjuk a holdkomp kihúzásánál a kabin, akkor nyilván át tudtak váltani egy SCS rendszer, aminek a rövidítésnek a rövidítés már nyilván elfelejtettem, de le van írva is a manuálba. Talán Space Control System, de nem vagyok benne biztos, mindegy. Úgyhogy első körben visszatjuk az időt, ugye 24 percről indulunk, csak megállítottam itt a bevezető kedvére a szöveget, és akkor végigcsináljuk gyakorlatilag az egész nyitás a manővert. Egyébként 11 perc, tehát ez egy kicsit jól lassabban emelkedett pályára, mint ahogy a Gemini és a Mercury tette, tehát ez nem olyan villám módon pattant fel. Vagy itt a szimuláció ugye elmondja, hogy 110 méter magas a rakéta, hát ugye nem pici. Ugye a tetején kuporgunk és elmegyük, hogy nem robbanunk fel. És ugye így kéne csinálni ugye a indítási előkészületeket. De ezek ténylegesen előkészületek, aminek a fő mozzanata gyakorlatilag az, hogy beizzítjuk a komputert. Ami természetesen ugye megint csak nem a mai komputerekre gondoljunk. Tehát itt egy egészen számukra minden logikától elrugaszkodott módon kellett programozni, aki mondjuk ad abszurd, milyen régi veterán, vagy régebben találkozott a dolgokkal. A számítástechnikában az talán még találkozott olyanokkal, hogy szavak, meg Word, meg Noun, tehát hogy vagy a különböző kezdeti programozási nyelvek, mint a Lisp, meg a számítógép, az ADA, meg az ilyenek, azok már ugye még teljesen, vagy Algol például, ahol teljesen más volt a programozási nyelv még. Úgyhogy itt még ezeket a fogalmakat, hogy szó és ige és ilyeneket használták gyakorlatilag. Tehát itt esetünkben ez a verb 37, tehát ugye a 37-es szó, ez az arra utasítja a komputerünket, hogy hajtson végre egy fő programot, aminek az első szava gyakorlatilag az egy programindulását fogja jelenteni. Tehát ő elkezd futtatni most egy programot, ami egy alapvető ellenőrző program, és innentől kezdve gyakorlatilag hátra is dőlhetünk, mert nagyon nincs dolgunk, itt látjuk, hogy a műszerek kezdenek életre felkelni, ugye a gyroszkópunk, vagy a mesterséges műhorizont, az egyes műszerek egy kicsit megélénkülnek, ami azt jelenti, hogy a gép már teszi a dolgát, és a parancsnoki kabin már át is ugrott a kettes programra, ami gyakorlatilag a kilövési
előkészületeket jelenti, ami majd a felelős pillanatában át fog ugrani automatikusan a 11-es programra, ami gyakorlatilag az emelkedést fogja szabályozni, tehát tényleg nem fogunk csinálni az égetetőben semmit, ha minden jól megy. Természetesen nyilván, hogyha nem működött volna jól valami, akkor nyilván tették volna pilóták a dolgokat, de alapvetően ezt ugye úgy tudjuk bebiztosítani, hogy biztonság, vagy biztos, ami ziher, bekészítjük ugye azt a kulcsszót, ami azt hivatott szolgálni, hogyha mégse ugrana tovább a számítógépünk az emelkedési programra, akkor gyakorlatilag az Enter megnyomásával gyakorlatilag átugrunk. Ezt úgy teszük meg, hogy ugye beugrítjuk neki a 78-as szót. Lehet, hogy most azt nem is az 75-ös. Mindegy, át fog az ugrani a 11-es, úgyhogy nem kell aggódnunk. Na mindegy, tehát hogyha gond lett volna, akkor azt a gyakorlatilag bekészítjük, de nem futtatjuk, tehát maradunk a kettes programon, és akkor végigcsináljuk az ellenőrző programot. És úgyis van még 21 percünk, mondom tovább gyakorlatilag, lehet, hogy ezt majd elpörgetjük. És majd nézzük, hogy az elektromos rendszerét az egész tusznak. Ebben jóval komplexebb volt gyakorlatilag, mint a Gemini. Ugye a Gemini-nél simán akkumulátorokat használtak. Ugye akkumulátor használat helyett itt már ugye megjelentek az üzemanyag cellák, ami nagyon érdekes kis jószágok. Az üzemanyag cellák gyakorlatilag ugye hidrogén, vagy hát igen, hidrogént és oxigént egyesítenek, tehát egy fordított elektrolízis, aminek folyamán ugye a hidrogén és oxigénből víz keletkezik, ekközben ugye áram jön létre, ugye tudjuk, hogy az elektrolízis pont a fordítottja, tehát ugye a vizet elkezdünk elektromos áram segítségével ugye bontani megfelelő fémek segítségével és elektromos áram alak, hogy szétbomlik két összetevőjére. Ez itt fordított, tehát gyakorlatilag itt három üzemanyag cellával bírt gyakorlatilag az űrhajó, amihez kettő oxigén és kettő hidrogén tartály csatlakozott. Egyébként ezeket itt lehet középen látni, tehát ugye 1-es, 2-es hidrogén, 1-es, 2-es oxigén nyomás, illetve mennyiség. Ezek jelölték. Ebből állított elő gyakorlatilag egyrészt az űrhajós nagyon fifikás megoldás, mert egyrészt ugye előállított vizet, amit föl lehet használni még bármi másra is, előállított gyakorlatilag hűtővízként ugye hűtésre használható vizet, illetve hát áramot, nem mellékesen. És az egész jó hatásokat tette, és mint ahogy mondom, minden meg volt duplikálva. Tehát gyakorlatilag a két-két tartály mindegyike külön-külön is elég volt ahhoz, hogy a küldetés legtávolabb pontjára visszahoz az egész miskolanciát, tehát gyakorlatilag duplikált volt a mind az áramforrás, az üzemes minden, és az oxigénes egyéb. Ja, és hát egyébként az oxigén egyéb felhasználható a kabinban lévő emberkék életben tartására. Ugye ezt összességében ugye ezt kriogenetikus tankoknak hívták egyébként, vagy kriotankoknak, egyébként ez is olvasható itt felül. Ugye ez volt a lelke az egésznek. No de, mint mondottam, minden túl van biztosítva, tehát ugye itt nem álltak meg. Tehát azon túl, hogy ugye ebből kettő-kettő volt, gyakorlatilag és ezt csináljuk egyébként most, itt látható a három üzemanyagcella, amiből látszik, hogy három van. Tehát minden egyes üzemanyagcella, mindegyik elég volt önmagában. Gyakorlatilag az, hogy működő rendszer, tehát ez triplázott rendszer volt, ami mögött egy duplázott üzemanyag és oxigén tartályrendszer volt, ami kétszerese volt annak, ami szükséges, és ez kettő darab fő tápsínre csatlakozott gyakorlatilag, úgy, mint AB és fő tápbuszok. Emellett volt még, ugye biztos, ami biztos, volt még egy C akkumulátor busz, továbbá két akkumulátor pak, ami önmagában szintén egyenként is működtette az egész miskulanciát, és emellett, ezek ugye mind egyenáramú rendszerek voltak, és emellett volt még kettő, tehát ilyen ilyen kémiai alapon működő akkumulátorpak, amit gyakorlatilag ilyen vegyi úton tudtak volna lehelni, hogyha arra szükség lett volna. És még ha még mindig probléma lenne, és kifogynának az áramból, vagy nem fizették be a villanyszámlát, és lenyomja őket a szolgáltató, akkor még lett volna gyakorlatilag még egy AC-t, tehát egy váltóáramos rendszer, ami egy inverter segítségével az egyenáramból csinált volna
a tábuszok segítségével ugye váltóáramot, amivel töltögethették a sima AB áramokat. Kicsit megállítom az áramot, és ugye ha azt mondanánk, hogy egy kicsit bonyolultan mondtam, akkor tényleg csak egy pillantás elég mutattam a kapcsolási rajzát, mert ugye az se voltak restek a fejlesztő, hogy bele tunkolni a manuálba, miután átugrottuk a fővezérlő rendszereket. Ezeket majd érintjük, de majd csak a pályán vagyunk. Ez a visszatérő, amire a végére pakolták be, de mindegy, fogadjuk el. Igen, tehát úgy, nagyjából így néz ki a fő. Ugye az elektromos áramkocsis lesz a fő sémája, illetve gyakorlatilag a egyes üzemanyag nyomás tartályok. És azt még nem mondtam, hogy ugye ezeket a tartályokat nyilván kevergetni kellett, tehát ez tartoznak egy fűtő, vagy egy fűtőrendszer, egy keverre, egy légkeverő rendszer, egy ventilátor rendszer és egy pumpáló rendszer, ami gyakorlatilag ezt itt tart, és ez a kriogenetikus rendszernek a rajza. Tehát azért nem volt egyszerű. Most rögtön ugye valaki kérdezheti, hogy jó, de mi van az Apollo 13-mal? Mert hogy ott ugye a filmben is tudjuk, hogy ugye ott áram szűkébe hiány voltak. Igen, tehát ugye a program nagyon jól mutatja azt, hogy mindenre még ők se tudtak fölkészülni. Tehát volt az a pillanat, amikor ez a százszorosan túlbiztosított rendszer se működött, illetve hát működött, csak ott speciál az volt a probléma, hogy pont ez az üzemanyag tartály, pont vagy az oxigén, most nem emlékszem pontosan, vagy az oxigén, azt hiszem az oxigén tartálynak a keverő, tehát a ventilátor rendszerébe keletkezett szikra, szigetés és szikra robbanthatta be, bár csak tippelik, mert egész pontosan nem tudták megalapítani, de robbanthatta be az oxigén tartályt, ami gyakorlatilag szétvitte a szervizmodulba az összes rendszert, tehát az összes tartalékot, és az összes akkumulátorok közül is párat. Tehát ugye tök jó, amit most itt elmondtunk, csak ugye ez mind a szerviz modulban volt, tehát hogy a szerviz modulban robbantasz egy bombát, akkor nyilván ugye ezzel mind nem véd. Úgyhogy azért ezt nem tudták megoldani, de mindegy. Ugye azt a részt ismerik, hogy mi volt ott a megoldást. Na mindegy, egyébként közben itt haladva az előző listán, ugye itt most azt kéne leolvassuk, egyébként itt van a voltmérője egyébként a C-busznak, vagy a C-eleme, C-batterinek, ugye azt kell leolvassuk, hogy itt 37 volt egyenáramunk van, aminek rettentő módon örülünk, és akkor haladunk is gyakorlatilag csovább, ez csak egy sima ellenőrzés volt, majd visszatekerünk gyakorlatilag a fő tápsínünkre, ezeket ugye a main bus A, B, ez nevezett, vagy nemes egyszerűsége MN A és MN B néven láthatjuk, és ugye azért nem kell megijedni például ezektől a rettenetes gombsoroktól, mert ugye ijesztőnek tűnik, de valójában itt például arról van szó, hogy az RCS, tehát a manőverező thrusterek melyik rendszere az A vagy a B sínre van kapcsolva. Nyilván ennek csak tisztán annyi szerepe volt gyakorlatilag, hogy vagy A vagy B, tehát hogy ne legyenek egy helyen még véletlenül se, tehát hogyha valamelyik a többszörösen túlbiztosított fúvókából vagy bármiből gyakorlatilag megrohad az egyik tápsín, akkor mindig a tápsínről kapja gyakorlatilag áramellátást. Itt most beállítjuk gyakorlatilag ez az FDAI scale rendszert, ez ugye a műhorizontunk, ami most úgy tűnik, hogy ez csinál valamit, de valójában igazából csak a visszajelzés szempontjából érdekes nekünk, és itt is igazából csak azt kapcsolgatjuk, hogy ez a rendszer, ez most vagy az A sínre, vagy az AB sínre, vagy a kettes csak a B sínre kapcsolódjon. Tehát mint most itt például az 1-es, 2-es fölkapcsoljuk az AB sínre, de hogyha mondjuk netenten valami gubanc lett volna, akkor le tudta volna választani magát csak az A-ra vagy a B sínre. Tehát gyakorlatilag ugye arra mentek itt rá, hogy minden létező, amit el tudta képzelni, minden létező kombinációba ki tudják zárni azokat a hiba lehetőségeket, hogyha ott valahol rövid zárlat van, vagy valaki valamelyik áramkör megpusztul, vagy az egyik rendszer elrántja a másikat, akkor ne dőljön el az egész. Ezek pedig ugye szimmetrikus rendszerek, tehát ezek a rádióellenőrzéses rendszerek, tehát ez a pilótának és
a másodpilótának a belső kommunikációs rendszer, azt kapcsolgatták ugye a különböző üzemmódokba. Másik apropója egyébként ennek az egésznek, most elővettem, hogy ugye elkezdtem nézni Ádám barátom kedvéért a Földtől a Holdig zseniális kis sorozatot, ami nem tudom, valamelyik kimaradt, ugye egy Tom Hanks sorozat. Ugye az Apollo 13 környékén készítette, csak ez egy sorozat gyakorlatilag, amiben végigmutatják az Apollo programot. Megköszönöm a központnak, és ott emlegetik állandóan ezt az S-band nevezetű rendszert, mert az S-band az ez. Hogyha megtalálom én, de valahol föl van írva egyébként, ez az S-band. Ez a fő kommunikációs valami. Jó, itt ellenőrizték, hogy tök jók vagyunk, most átkapcsolunk az S-band vacakra, ami a másodpilótánál ugyanezt csinálják, hogy ez szimmetrikusan a másik oldalon. Itt is beköszöngetünk, hogy köszönjük szépen, tök jó vagyunk. Nagyon jó. És akkor itt a végső lépésekben még az RCS irányításokat kapcsolgatjuk. Mondom, ezeknek igazából nincs jelentősége. Tehát igazából ezzel itt, mint mondottam, mindent odaadunk a kompjúternek, hogy hátradől vagy hanyadőlve csak élvezhessük a repülési fázis, és ha valami gubanc van, akkor pánikba tudjunk esni, de egyébként az életében semmi jelentősége nincs most itt igazából, majd később ezeket nyilván így életre leheljük, amint pályára keveredtünk. Igen, és akkor igen, tudtam én, hogy elkapkodom azt a izért, a 78-at, mert hogy nem 78-as volt itt, hanem 5-ös. Csak ugye az a baj, hogy beütötök a 78-at, most elvileg, ha reszettelek, ilyenek így kell lennie, jó, és akkor most azt mondom, hogy itt, speciál, itt fogalm sincs, mit csinálok. Ja, ez a sima, ez a utasülke rögzítő szalagja, ha talán jól gondolom. Hűtőrendszereket beizítjuk, glikoros hűtőradiátort, ha elérem. Mondom, ha elégem, igen. És akkor az utolsó lépésben, ugye ezeket majd ott kapcsolgatjuk pályán, csak most nem akarom szétkonfigurálni az egészet, de ugye itt például most összekötjük a... Ugye itt láthatom most, hogy az 1-es-2-es buszunkon ugye van feszültség, 29-30, 29 volt, és tudom mennyi ampert használ. Viszont azt láthatjuk, hogyha megfigyeljük, hogy az A és B busz, vagy A és B igen, battery, tehát az akkumulátor, azok nem csinálnak semmit. Ellenberger, ha fölkapcsoljuk hozzá kapcsoljuk szépen az A battery, tehát az 1-es akkumulátort is a C-sínre, akkor látszik, hogy az áramfelvétel picit megugrott, tehát bekapcsoltuk a rendszerbe az egészet. Ugyanezt megtesszük a B buszon is, csak hogy lássuk, hogy tényleg nem csalok. Elvileg ott is felmegy, és akkor elvileg olyan penge áramunk van, úgy biztosítva, hogy öröm nézni. Jó, és akkor még utolsó lépésben kapcsolgatunk még némi rádió kommunikációt. Most nem ülök át, csak itt távolról. És akkor utolsó lépésbe vegyük észre, hogy ez is duplikált ez a műhorizont. Itt mutatja a frankót, mindig itt mutatja a frankót a parancsnok oldalán. És ez is érdekes, ugye, de hát ugye ez összefügg azzal, amit mondtam a legelején, hogy ugye
minden ember is duplikát legyen, tehát hogy gyakorlatilag alapvetően itt és itt van a duplikációja, de ez nem ott áll, mint ahol kellene állnia, de hogyha azt mondjuk, hogy ezt a GDC rendszert igazítjuk, akkor az szépen be fog pattani. Ugyanúgy, tehát akkor átadjuk az adatokat oda, tehát most már innentől kezdve szinkronba került mind a két rendszer gyakorlati ce, és akkor most már csak kapaszkodunk. 10 percünk van, nem fog kívánni a 10 percet, bár lehet, hogy inkább mondjuk meséljek, nem meséljek, inkább haladunk tovább, vagy hát kicsit azért megpörgetjük az időt. Hogy alapvetően amit látni fogunk, de majd is hosszú lesz a felszállás, tehát a szemület közben is láthatjuk, hogy hogy először is látható ez a no auto abort. Ugye ez azt hivatott jelezni, hogy itt a most nem tudom kicsoda, azt hiszem talán a parancsnok erőteljesen kapaszkodott a küldetés megszakító gomba, és egyébként ez megint csak a sorozatban jött ki jól, az Apollo 7-nél, mert ugye az Apollo 1-ben bennéktek szegények, hogy államfős személyzet, utána kicsit visszaugrott a program, és utána a 7-es volt a következő emberes, és ott ugye a parancsnok kapaszkodott nagyon erőteljesen a küldetés megszakító gomba, tehát ez kvázi azért világít, ha jól emlékszem a manuált illetően, hogy ne a komputer döntsön arról, hogy itt megszakítják a küldetést, hanem a küldetés parancsnoka. Ez majd el fog tűnni abban a pillanatban, hogy leválik ez a mentőrendszer. Némi rádiókommunikáció hallható, ami az eredeti hangfelvételekből van. Ugye középen el fog indulni majd a számláló, amely a küldetést irányát jelezi, ez is, ugye a Mission Timer is duplikált, tehát van nekünk egy digitális küldetés kijelzőnk, illetve a parancsnoki székbe van egy teljesen nem meglepő módon, van egy Gemini-ből ismerős analóg, tehát a szalagos magnókon megismert teljesen full analóg perc, másodperces vekker, hogyha neten a gubbancolna a kijelzéssel. És innentől kezdve ugye csak arra kell figyelni, hogy több fény ne villadjon ki, tehát mint egy jó karbantartott autó esetén, ha valami kivillan, az nem jó. Ugye az a cél, hogy ne villadjon ki semmi, de inkább mi, mert akkor robbanunk. Itt majd a komputeren majd az életre fog kelni, illetve remélem, hogy nagyon remélem, hogy át fog billenni az ötös programon, mert most rosszat állítottam be, tehát de talán majd egyébként itt mondja, hogy mit csináljunk. Ha 14-es programra átvált ugye az emelkedési program, akkor igazából tényleg semmi dolgunk nem lesz már. Azt fogjuk majd látni, hogy itt a három értéknél meg fognak jelenni számok, amelyek bizonyos emelkedési paramétereket fognak jelenteni. Hát ne vigyük túlzásba, tehát ugye, és ez tényleg eszméletlen, hogy ugye azt nem lehet elég kihangsúlyozni, hogy gyakorlatilag az Apollo programnál logarléccel és ilyen komputerekkel repkedtek, ami gyakorlatilag annyit jelentett, hogy három regiszterem volt, vagy három regiszterem volt a cuccnak. Na most gondoljunk bele, tehát ez egy zsebszámológép esetén is már kinevetendő dolog. Három regiszterre dolgoztak gyakorlatilag, tehát három paraméter tudott megedni az adott számítógép, tehát három számsort lehet, három ötjegyű számot lehetett neki megadni, ami alapján a megfelelő program tudott valamit csinálni. Nyilván programból volt több, de paraméter csak hármat kaphatott, úgyhogy így kellett váltogatni. Ami kijön itt nekünk, ezek a tolóhajtóművek, tehát ugye öt rakétánk van indításnak. Ezek azt jelzik, hogy még nem működnek, de nagyon helyes, mert ugye még kicsit arrébb van a felszállás. Ugye ezt mind a kettes program intézi. Tehát ugye az fontos, hogy ugye az Apollo program, most nem hozzam el a manuált, de az Apollo rakéta, tehát az alattunk lévő szerviz modul alatt ugye volt egy gyűrű, ami gyakorlatilag magának a Saturn V rakétának az irányítását végezte gyakorlatilag.
Ugye ez egy önálló kis, amit rá például fel szoktuk ugye a kerbal space programba pakolni olyan irányító gyűrű, na most itt is volt egy ilyen irányító gyűrű nyilván, a parancsnoki modulon kívül, tehát hogy nem közvetlen irányítása volt, ugye az elég komplex volt az azért ez a három fokozat, tehát az olyan három csődarabot képzeljünk el, mert ebben azért elég komolyan össze volt rakva, hogy a különböző típusú hajtóművek és különböző mennyiségű, hogy a nyitásnak 5 van, és ennek az 5-nek kell gyakorlatilag elindulni. Hogyha nincs gubanc, akkor ezek ugye nyilván kialszanak, mármint a piros lámpák. Az előző listát erre végig csináltuk. Most talán fogja mondani, hogy álljunk be a megfelelő programra. 75-ös, igen, igen, egyszerűen. Azt még akkor csinálom, mert van időnk. Tehát nem 5-ös kell nekünk, hanem jól emlékeztem, 75-ös, igen. 75-ös, de nem indítjuk el, tehát azt akkor fogjuk elindítani, ha és amennyiben, azt írja, hogy ne nyom meg az entet, abban az esetben, hogyha ha ez nem fog átvántani 2-ről 11-re, akkor fogjuk gyakorlatilag megnyomni az entert. Mert hogyha ugye nincs vezérlés ebben a pillanatban, akkor ugye elég csúnyán csak úgy repül a rakéta a francba, de nem fogom pályára állni. Rosszabb esetben neki ment volna az indító állványnak az egész, amit nyilván nem akartak volna. De nagyon szépen átváltott, tehát innentől kezdve elvileg sínen vagyunk. És akkor itt láthatjuk, amit az előbb mondtam, tehát itt van az a három paraméter, ami jelzi, hát most nem mondanám mit, de valamit jelez. Viszont talán elhallási szűrőnket a... Nem tudom, minden, nem akarok hülyeséget mondani, hogy három olyan paramétert jelez, ami fontos lehet gyakorlatilag a küldetés szempontjából. És hát akkor itt most repülünk, kicsit kiváltunk külsőre. Igen, és akkor ha jól mennek a dolgok, és látszólag jól mennek, látható, hogy a Saturnot rakéta már életre kelt, ugye tovább nem lehet külső nézetet nézni, ez nem hiba, ez így van kitalálva. És azt látjuk majd, hogy ez itt szépen teszi a dolgát, tehát a megfelelő szögben fog repkedni, hát most még ugye majdnem függőlegesen repkedünk fölfele. Ugye ez időszakosan kivillanó komp akt jelző, hogy a számítógépünk aktív. És hát tulajdonképpen kapaszkodunk. Hát jó, nyilván azért nem teljesen, mert elméletileg az emelkedés során gyakorlatilag annyit meg kellene tennünk, hogy megnyomom ezt is. Itt mindenféle ellenőrző listák vannak, tehát itt már ugye nem nyúlunk semmihez, gombokhoz nem nyúlni. Ugye ezek itt csinálják a dolgokat, itt tulajdonképpen csak annyi van. Látjuk, hogy mi történik. Tehát itt látszik, hogy a nyitás után 2 másodperccel elindul ugye a forgás. A stabilizáló forgás 11 másodperccel utána elindul a döntési és emelkedési program. 30 másodperccel később áll be a pontos pozícióba forgás után. Ott tartunk, 2 percnél tartunk. Ezek az EDS és egyéb rendszerek automatikusan lekapcsolnak, azt most a totál elfelejtettem, mivel az EDS rendszer. Mindegy, és akkor majd nagyjából a... Itt lesz majd egy szeparáció 241-nél, ahol is le fog válni, és itt már jelzi is egyébként, hogy az 5-ös hajtóművünk már nem működik. Igen, az S2 szeparáció. És az 5-ös, az 1-es fokozat szeparációja megtörtént. És most indul a 2-es. 2-es, és most fog leugrani rólunk nem sokára a mentőrakéta rendszer. Hát ugye szóltunk, hogy tök jól levált, hát nyilván nem, de a megprogramozott dialógusok megvoltak. Most ugrott le a mentőtorony. Most már akár egész jó kilátásunk lenne, hogyha nem este szállnánk fel.
De ez most nem én voltam, tehát így van a program, az a kérdés, nem voltunk el, mindegy. De fényeket látni. Na, írás, akkor innentől kezdve most várunk, hát ez elég hosszú kis emelkedés lesz, mert hogy gyakorlatilag ugye ez nem pici cucc, tehát ennek azért kell 11 perc, és még egy fokozat, hogy ugye itt elérjük a körpályát, a között ilyen felézőt kéne ellenőrizzünk, leinkább az azimutot, az elhalást, a dőrészőket, meg ilyeneket, amit ugye innen tudnánk leolvasni, hogyha ha én ezt el tudnám olvasni, de le tudnám kerméletileg, de kérdősen bevonva nem tudtam elsajátítani ennek a leolvasását, tehát előleg ebből mind három paramétert fel lehetne olvasni, de a trükkös része, hogy csak egy számot lehet rajta látni, úgyhogy a többit valahogy ki lehet találni. És akkor 8 perc 30-nál volt még egyébként egy go-no-go, az volt még fontos, tehát hogy 8 perc 30-szor az indítás után tudták még megszakítani a felszállást, ugye az már mentőrakéta nélkül. Tehát hogyha akkor megszakították volna, akkor egy ilyen meredek szögű, ilyen nagysebességű visszatérés lett volna. Tehát le tudtak volna vezényelni, nyilván a komputer intézte volna azt is. Tehát leválasztotta volna nyilván a szervizmodult, és szépen vissza érkezett volna csak a kabin a megfelelő mentési pozícióba. És akkor utána még emelkedni kell egy picit, illetve ilyen ott volt még egy, bocsánat, 10 perccel és utána volt még egy visszatérési lehetőség, az már a 4-es fokozat leváltás, leválasztás és annak 65%-os üzemanyag szintje után. Nyilván akkor még vissza tudtak volna jönni, akkor még ugye lett volna egy üzemanyag, hogy meg a körpályát vissza, vagy vissza le rövidítik. Tehát a visszatérő gyújtáshoz lett volna üzemanyag. Utána már igazából tennük kellett volna egy komplet kört. Bár azt nem azt a transzronal, igen, a PL időutás, hanem a transzronal injectionnél, tehát amikor elindultak óvat felé. Az először pályára álltak, és utána jött ugye óvat felé indulás gyújtás, azt ugye az utolsó fokozattal, tehát ezzel a 4-es fokozattal indították el. És amikor, és ez egy picit érdekes, és egyébként sose értettem, miért így csinálták, de biztos, hogy nálam okosabb emberek ezt kitalálták, hogy miért jó ez így, de utána húzták ki gyakorlatilag az utána vált le a parancsnoki modul, és utána fordultak rá gyakorlatilag a holdcompra, és utána emelték ki a tárolórekeszből, amikor már igazából hold felé mentek. Tehát hogyha nem sikerült volna kiemelni a modult, vagy ott neki mennek, vagy mit tudom, bármi történik, akkor csak úgy tudtak volna visszajönni érdekes módon, hogy akkor megkerülik a holdat. Vagy nem tudom, hogy volt-e annyi nafta még a parancsnoki modulban, hogy akkor még rögtön visszatér. Nem vagyok százszerűen biztos bennem, tehát ezt sose értettem, hogy miért csináltak, de így csináltak. Elképzelhető mondjuk azért, hogy ugye amikor már ráfordul a parancsnoki modul ugye a holdcompra, akkor a rögzítés már nem volt olyan stabil, tehát utána egy főhajtómű begyújtás valószínűleg kockázatos lett volna. Illetve akkor már a parancsnoki modul fejjel lefelé állt volna a haladási iránynak, tehát lehet, hogy akkor valószínűleg összekúcolódtak volna a dolgok. Ugye most még fontos, hogy összeköttetésben vagyunk a 4-es fokozatnak a rendszereivel. Igen, ez a legvalószínűbb mondás, hogy ezért csinálták így, kivetni kicsit külsőbe, csak nem látunk semmit, na mindegy. Hát ugye ennyi lát, nagyjából a sziluettből látszik, tehát hogy ott, ahol egyébként oda megyünk. Egyetve nem fogok benni, mert én nem nagyon tudom, hogy még talán a téli gyújtást azt még meg tudom oldani, de
Hát, hát igen, azt meg tudom oldani, mert az még megvan, meg azt mondja is majd, hogy itt mit csináljunk. Hogy itt látszik, hogy az ugye nem hiba, hogy folyamatosan korrigál magasságot, tehát folyamatosan változtatja a dőlésszöget, és ez nem hiba, mert hogy pontosan ezt csinálja gyakorlatilag ez a 11-es program, ja most vált le közben a második fokozatunk, tehát az látszik, hogy folyamatosan manőverez, és ennek az az oka, hogy nyilván ez a 11-es program fut. És akkor versenyünk egy pillantást ugye pályaadatunkra, tehát az látszik, hogy a pálya magasságunk, tehát ez a 65.555, ez szép pontosan tartva vagyon, csúnyán megfogalmazva. Tehát csak a PE, a peridging nő folyamatosan, tehát a pálya minimumunk, és ez ennek köszönhető, hogy a program szépen korrigálja. Ez az, amit egyébként nagyon hiányok a KSP-ből, nem lehet ilyet csinálni. Hát, hogy nyilván nem érzékre lőtték ott be, hogy álljon pályára a gyerekek, akkor nyomja Armstrong, hogy úgy érzed, hogy már jó, akkor lépje le a gázról. Tehát nyilván nem így volt, hanem ezt az előre programozott program indított és gondoskodott arról, hogy a pálya az pontos legyen. És ezt úgy tett, egyébként elég komplex rendszerek voltak. Tehát ugye többféle navigációs rendszer volt, ebből se adták alá minimum háromnál, tehát három független rendszer gondoskodott arról, hogy a maga parancsnoki modul tudja, hogy hol a fenébe van. Tehát ugye az űrbe három dolog kell az alapvetően, hogy túléljük, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, tudjuk magunkat mondjuk irányítani, legyen üzemanyagunk, tudjunk navigálni, maradjunk életben, hogy ezek ugye megvannak, akkor nagyjából tudunk valamit csinálni. Most itt volt egy ilyen optikai rendszer gyakorlatilag, ami a különböző csillagok helyzetéből tudta gyakorlatilag kvázi a szextáns, vagy a tengerészeti szextánshoz hasonlóan a csillagok és a föld horizontjának a szögéből kiszámolni az adott pozíciót. Ezt végezte az egyik rendszer, volt egy giroszkóp rendszere, azt hiszem ez a GD akármi, most nem tudom hirtelen, de azt hiszem az IMU, igen, az ADSET, amit látunk itt, van az IMU és a GDS, az a kettő, hogy az IMU-n vagyunk alapvetően, de a GDS rendszer volt a másik, az a gyroszkóp vezérelte rendszer, és akkor van még nekünk egy mindjárt mondom. Igen, az ott van a vicces, ha megérzem, az is minek a rövidítése, de nyilván nem fogom, de nyilván ki megtaláljuk a feliratokon. Igen, egyébként közben megtörtént. Tehát most vagyunk pályán, és akkor most azt kérjük tőlünk itt az irányítás, és ugye itt jött egy kicsit a fapadóság, tehát ezért kellett azért pilóta ide. Nézd, egy kicsit kikukantottunk a pilóta fülkébe. Na, tehát azért kellett pilóta a fülkén, és kellett egy papír, mert ugye az a lényeg, hogy ezt a három paramétert, amit ott látunk, mert a szikó ugye a szétválás ugye megtörtént, ezt a három paramétert kell nekünk, a három regiszter, tehát ez az R1, R2, R3 ez az, ez a 25577 jelentsen bármit is, plusz a 20, plusz az 1007, amire még valamire szükségünk lesz valamiért. Tehát az a lényeg, hogy gyakorlatilag ugye ezek a programok, mint mondottam, lefutottak, és ugye volt három paraméterük, és ezeket nem tudta eltárolni. Hát most döbbenjünk meg kellőképpen, tehát ugye a holdra szálltak, de nem tudtak. Nem volt annyi kapacitása a szemtőgépnek, hogy ezeket a számokat tárolja. Tehát ezeket a regiszteri értékeket bizony meg kell jegyezni, vagy hát nyilván a vezérlő a földirányításnál följegyezte, hogy bemondta nekünk. De mindegy, tehát ezt ugye alapvetően leírjuk, és ugye azt kérje, hogy nyomjuk meg a key release-t, ami ez. Nem szabad, hogy ezt kellett volna leírni. Nem, ezeket is el kell írni. Ezek további paraméterek. Egyébként az, hogy micsoda ez, azt ugye itt jelzi, ez a 16 verb noun 44, azt nem tudom, hogy belderül ki, hogy ez mi, és akkor meg is fejtjük, hogy ez micsoda. Egyébként valószínű pozíció, tehát hogy áll az űrhajó.
965 52 84. Tudnék az azt jelenti igazából, és megpróbálom oda vinni a manuált. Meg is vagyunk. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye az villogott nekünk, hogy 16. Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy kiolvasunk gyakorlatilag értékét a komputerből. Tehát az R1, R2, R3 regiszter értékeket olvasok ki, és hogy mi ez az R1, R2 regiszter értéke, azt mondja meg a NOUN, ami a 44-es, ami az azt jelenti, hogy az apocenter altitude, tehát a pályamagasságunk magassága, a pericenter, tehát a perigee-nek a magassága, tehát a pálya minimumunk, és a TFF, ami fogalmam sincs, hogy micsoda, de valami time for valami lesz. Nem, time for nem, mi perc per minutum per már. Nem tudom, mindegy. Tehát ezt a három értéket gyakorlatilag kiolvastuk innen, és ennek mi rettenetes módon örülünk, mi nagyon boldogok vagyunk, és reméljük elmondja a gép, hogy mit csináljunk vele. Na, a gyadék segít, igen, tehát 65-62 km, igen, ez a két pályaértékünk, és akkor most azt kérjük, hogy az emelkedési ellenérzés listán szaladjunk végig. Tehát végez, tehát helyezzük be az emelkedés ellenőrző listát, akkor valamint túlszaladtam, illetve vegyük végig a pályára állási ellenőrző listát, akkor egy picit túlszaladtunk, az ascend, hát az a boost. Hát ezt gyanúsan végigszaladom, végigfuttatjuk. Aha, jó. Hát akkor ezeket megfelelő időpillanatban kellett volna megtennünk. Na mindegy, most már nem érdekes. Igen. És akkor az ellenőrző rendszer egy pár szó. Tehát ugye nagyon érdekes, hogy az RCS rendszer, kicsit megálltam az időt, mert a számít. Ugye úgy van, hogy de jó lenne, kisütni a nap, de nem fog. Nem teszi meg nekünk ezt a szívességet. Na mindegy. Tehát ugye a helyváltoztató rendszer, ugye a reakció, reaction control system, az az RCS rendszer, ugye amit ismerünk, ugye az a fúvóka rendszer, ami gyakorlatilag irányba teszi az űrhajót, tehát ugye két funkció van alapvetően, ugye forgat minket, illetve transit módban, azt hiszem translation, mindegy. Tehát egyenirányító módba előre, hátra, fölfele, jobbra, balra visz minket, illetve ugye forgat, tehát forgat, föl, le, billen. Gyakorlatilag ez a 8 irány lehetséges, plusz még vegyük hozzá, hogy működhethetjük gyakorlatilag a főhajtóművünket, ami mögött most még ott van a holdcom, tehát nyilván nem működhethetjük, de működhethetnénk, vagy majd meg később fogjuk. És ez úgy néz ki, hogy gyakorlatilag ezt nevezi, ez az SPS végzés rendszer, ami alapvetően, nem egyébként itt van az RCS, igen, nem az SPS a hátsó fúvókán. Az RCS rendszer ugye itt van, ez héliumot használt, tehát ez túlnyomásos héliumot használt, és itt látható gyakorlatilag, és természetesen ez is túlzott, többszörösen túlbiztosított, tehát ugye gyakorlatilag a parancsnoki modulnak volt gyakorlatilag ilyen rendszere, plusz a service modulnak is, amelyek ilyen négyes csoportokba voltak elrendezve, tehát A, B, C, D kvadokba, aminek még azon belül minden egyes fúvójkája negyve nevesítve volt, tehát 16 fúvókával bírunk gyakorlatilag a service modulon, és 12 fúvókával bírunk a parancsnoki modulon. És ezeket lehet duplikált, tehát
kettős hélium tartályokból működtetni, ami itt látszik. Egyébként minden műszer, egyébként ezek úgy néztek ki, hogy amennyiben nem látunk semmit, akkor nem a szemünkkel van baj, mert ha szürke valami, az azt jelenti, hogy az az adott cucc nyitva van, hogyha ilyen sáfozott, mindjárt nézzük egyet, például ez, tehát a Command RCS VRP Lint, ez az, ami most zárva van egyébként, ez az off, ugye ez azért van ez az 1-es 2-es, ez a sáfozott, ez azt jelenti, hogy ez le volt zárva, vagy le van zárva ilyen pillanatban. És ugye ezek is tudtak működni függetlenül két tartályban, és teljesen függetlenek voltak. Tehát a hélium vezetékezése, tehát maga az üzemanyag ellátó rendszere minden és fúvókának teljesen függetlenül működött, mind a 16 plusz 12 rendszeren teljesen függetlenül ment. Úgyhogy elvileg az se állhatott volna fönn, hogy a négy fürdből mondjuk egyik elmegy, és akkor egy irányba nem tud forogni, mert akkor még van egy tök független másik rendszer, ami ugyanúgy beforgatja gyakorlatilag az egészet. Na, minden esetre ezt most, ezt a pumpát, nem tudom, ez talán ez... igen, az a főirányítás ezt a tesszük dámba, tehát elvileg aktiváljuk. Az EDS, ez a vezérlőrendszer, ezt viszont lekapcsoljuk, mert nem akarunk most megmozdulni. Motorokat is lekapcsoljuk, ezt is lekapcsoljuk. Gyakorlatilag igazából most azt csináljuk, hogy gyakorlatilag lekapcsolunk mindent, nehogy véletlenül elforduljunk, hogy működtessünk hajtóművet. Ezekkel ugyanez a helyzet. Illetve ez a kézirányítás, bocsánat, az emelkedés, az kézirányítás. Igen, és akkor ott van nekünk még pár dolgunk. A glikor, ezek a hűtőrendszerek, ez a vízhűtés, ezt automatikusan bepöttyentjük, és a TVG, Greenbelt Motors, tehát ezek a, azok a Greenbelt motorok, amik a hátsó fúvókáinkat működtik, azokat gyakorlatilag át pozícióba tesszük, ami, mindjárt mondom, mit jelent, ezeket most így aktiváljuk. Jó, mindegy. Na, és akkor végigmegyünk a pályárállási ellenőrző listán is. Ami az ez. És egyébként lehet nagy eséllyel egyébként most vissza fogjuk kapcsolni ugyanazt, amit fölkapcsoltam, mert hogy ezeket szerintem rossz időzítéssel csináltam, tehát az emelkedés folyamán kellett volna fölkapcsolni, de nem akkor a probléma, mert mondottam, hogy automatizáltak vagyunk, mert valaki azt mondja, hogy csalok, egész egyszerűen arról szól a történet, hogy ha és amennyiben gubanc lett volna gyakorlatilag a emelkedés közben, és nekünk kézzel át kellett volna venni az irányítást, akkor gyakorlatilag ezek biztosították volna, hogy tudjunk is valamit működtetni. Tehát ezek működtették volna a hátsó traktus, tehát hogyha szétválasztják a parancsnoki modult a 4-es fokozattal, akkor azok életre keljenek ezek a főhajtóművek, de mivel nem került sorra, ezeket most gyakorlatilag hatástalanítjuk. Ezeket az emelkedés folyamán kellett volna meg egy pillanatban megnyomni, mindegy. Na, lekapcsoljuk az AC és a BC buszokat, ezekre egész egyszerűen azért van szükség, mert hogy az üzemanyagcellák a fő áramforrások, az AB csak a tartalék, és nyilván nem akarjuk a tartalékot aztán feleslegesen, ez csak egy plusz tartalék volt abban az esetben, ha és amennyiben itt valami gebasz történt volna az üzemanyagcellákkal, de látjuk, hogy ez tökéletesen adja a záramot. És akkor hatástalanítjuk szerintem a... Hatástalanítjuk igazából ezeket a piro... Igen, ezeket kerestem itt még a stream előtt, csak nem találtam, de akkor ez a parancsnoknál van. Tehát ezek a piroármok, igen, tehát ezek a szekvencia detonátorai, tehát amik szétválasztják gyakorlatilag az egyes fokozatokat, hát nyilván itt a pályán keringés közben nem akarjuk véletlenül szétválasztani itt a dolgokat, úgyhogy ezeket gyakorlatilag
hatástalanítjuk. Ugyanezt tesszük a piro, jasna, ezt se találtam, igen, ez a kémiai út, ez a robbantásos, ez a harmadik tartalék akkumulátor, amit nyilván nem kell, tehát nem fogunk használni. Tehát kihúzzuk a biztosítékát, biztos, ami ziher, és direkt ez hát ugye ez megint olyan, hogy ez egy biztonsági tartalék, ugye ezeket leválasztjuk most az A és B buszról. A direkt ULL, hát azt nem tudom micsoda, de most már nem is fogjuk használni, mert leválasztottuk a tápsíről, tehát kvázi kihúztuk a dugót. Igen, tehát ezek olyan rendszerek, amelyekre most a keringés közepette szükségtelenek. Igen, rákapcsoljuk azt, hogy ne tudjunk gyakorlatilag a vezérlővel irányítani. Úgy értsem, hogy visszafele mondom, igen, tehát lekapcsoljuk a vezérlés áramforrását, fölkapcsoljuk. Ja, B-mag, na ezt kerestem, ez a harmadik irányító rendszer egyébként, ez a B-mag. Igen, ezeket visszatesszük alapállásba. Hatástalanítjuk szintén az RCS-t, nem akarjuk, illetve fölkapcsoljuk a fűtő egységeit, mert hogy már a világűrbe vagyunk, tehát itt azért már nem árt az RCS-eknek, tehát a fúvókáknak a fűtését bekapcsolni, mert ne fagyjanak le, mert adott időpillanatban szükség lesz rájuk, akkor ugye igen kellemetlen meglepetések érhetnének minket. A késő warning rendszert, ami meg ugye figyelmeztet minket a hibákra, azt az emelkedésre átszúrjuk a normára, már hogy más üzemmódban kell működjön. És gyakorlatilag ez normál. Nem tudom mihez, de elteszünk normálra. Illetve ja, ezek a H2-nek a ven a pörs, nem ez a felesleg. Tehát a tágulás következtében, hőmérséklet változás következtében kitáguló felesleges hidrogén szelep ne nőjön meg a túlzottan a nyomásunk, bár egyébként ezeket ugye kontrolláljuk, és nyilván ha gubanc lenne, akkor szólna a rendszer, mert hogy a H2 tankok nyomásértéke az itt található, amiről láthatjuk, hogy ezt most higgyük el, hogy ez egy jó érték, 200 és 300 PSI között kell működjön normál esetben. Na és akkor most ez a trükkös része, mert hogy ugye most azt kell csinálni, nem teljesen vagyok tisztában. Mindegy, megpróbáljuk, aztán nem sikerül, még játszunk egy kicsit a panasnapi modullal, mert egyébként egy pár dolgot megmutatok. Meg napra megyünk, meg kirángatjuk a panasnapi modullal. Mindegy, tehát elég most azt kéne csinálni ezen a ponton, hogy most a TLI, tehát a transulnal injection, tehát a holdra induló gyújtásnak a paramétereit be kéne állítani a kompjúterbe, úgy, hogy követjük a TLI ellenőrző listát, és elindítjuk a P15-ös programot. Nem áll most. Elvileg ez könnyűnek tűnik, és meg kell valljam most, hogy már két napja tanulmányozom a manuált, talán meg értem is, hogy mit írtott le a tanulógép, mert elsőre valóban fogalmam nincs, milyen volt, hogy miről beszélt. De gyakorlatilag ez azt fogja jelenteni, hogy először is ellenőrzik az ellenőrző listát. Reméljük találunk olyat, hogy TLI checklist. TLI checklist, igen, transzfer injection. Igen, és akkor ezt most anélkül, hogy futtatnánk ész nélkül, azért értelmezik kicsit intenzívebben. Ne inkább azt legyen a dologból. Na, tehát először is az biztos, hogy ugye a manőverező rendszert az életre kell lehelni. Tehát
Intranasal transinjection az ez. Aha, launch vehicle. Ami nincs fedél, azt relatíve nyugodtan kapcsolgathatjuk. Ami fedél van, az a necces, mert a fedelet ugye azért teszik rá, hogy azt ne nyom meg ész nélkül. Jó. Eddig ugye ez biztosító volt, most ezt élesítettük, jelentsen ez bármit is. Jó, utána Direct Ulige 2, ja nem, RDS, igen, az RDS ugye az a vezérő rendszerünk, egyébként az se kizárt, hogy bizonyos kapcsolók úgy állnak, ahogy kell. Nem, nem úgy állnak. Azt mondja, RDS, ez app. Jó. A location, hol vagy? Hol vagy, hol vagy, hol vagy? Van a location, ez valahol itt lesz. Nem, itt vagy. Hol vagy location? Nem tudom, mérnöknél vagy? Nem a mérnöknél vagy. Talán az is lehet, hogy ez úgy van. Most jelen pillanatban. Az igazság most erről nem tudom, hogy ez mi. Ja, ja igen, igen, az a location, igen, ez egy nagyon fontos kapcsoló. Ez ugye azt mondja meg nekünk, hogy ez az FDI rend, vagy FDAI rendszer, ez most gyakorlatilag mihez igazodjon. Tud ugye semmihez nem igazodni, tud földhöz igazodni, és tud holdhoz igazodni. Most ugye mi azt szeretném, hogy a föld körül vagyunk, hogy mi igazodjunk a földhöz. Jó, visszaélesítjük a fokozat szétválasztó tölteteket, visszaélesítjük biztosan biztos a akkumulátor, a kémiai akkumulátornak a valamiért, és a szekvenciálót, amit tudja a logika, mikor mit csináljon. Ezt is beélesítettük, és visszakapcsoljuk azt, hogy legyen vezérlés. Tehát most pontosan úgy azt megcsináljuk, mint amit az előbb csak visszafele. Tehát visszateszik a vezérléseket mindkét pápcsin, hogy redundáns legyen. És átállunk kézirányításra. Hát jó. Ha a checklist mondja, akkor a checklist mondja. Direkt túlont visszakapcsoljuk a biztosítékai. Jó. Nem. Kapkodtam, bocsánat. De még jó, hogy mondtam, hogy figyeljünk az ellenző listára, mert észnek egy nyomogatom. Aha, igen, éreztem el, hogy az elhamarkodott. Na minden, mindent vissza tudunk csinálni, nem gond. Mert hogy álljon meg a felkeres menet, mert hogy... Igen. Kriofánokat kellett volna, utána kellett volna a 37, 15-ös program, utána kellett volna a P15-ös program. Na, akkor hol szaradtunk túl, azt kérem, hogy talán. SV4 Urige az már nem kellett volna. Ez nagyon remélem, hogy automatikusan fogja csinálni. Elvileg igen. Egyszer servo power off. Na, nem, mert lehet, hogy csináltuk. 30... 37-15. Ha
Az a egy picit, hogy a detet azt szeddet 51. A timer egyébként az egy időzítő, amit be kellett volna állítsunk 51 percre. Tulajdonképpen na mindegy, hát reméljük csak informális. Nem kell apponom, valami lesz. Mondjuk te tudja, mit csinál. Na, akkor beállítjuk. Na, itt lesz a trükkös dolog. Tehát azt mondja, hogy a 37E15 az ez a TLV program. Na, utána viszont ki kell vegyük. Az óra perc, másodperc, akkor be kell írjunk valamit a megfelelő helyre. Na jó. Megragadt ezt tovább. Lehet, hogy benne volt. Vagy ezeket ki kellett volna tölteni, de mondjuk nem töröltük ki. Ezeket elvileg ezeket kéne beírni. 6-os, 33-as, 14-es és 95-ös. Igen, a delta az a visszaszámlálás, az 51 per. Utána kéne csak kapaszkodni. Az mondjuk lehet, hogy benne volt. Ugye a 37-15 az azt jelenti, hogy indítsuk el a 15-ös programot. Az egzőtől azt jelenti. Tehát a V, verb, 37, enter, 15, enter. Nem, 15. Jó, hát... ezt akkor még egyszer meccsém, mert szerintem csak úgy érzéket, hogy én megcsináltam, de megnézzük meg, hogy az úgy van. Nem, most kéne beállítani. Jó. Verbe... nem. Ezeket fölírtam. Ezt most az 973, az meg 1037. 1037, 923. Kicsit arrébb csúsztunk. Előfordul, semmi gond, akkor azt mondjuk nézzük, és akkor van. 30, nem. Megnyomunk mindent. Nem lehet reagálni nekünk. Igaz, ezzel már nem jutottam túl egyébként, múltkor se ezen a... De nem baj, mert nem jutunk túl, akkor csak itt röpködünk egy picit az űrőjön, mert kirángatjuk a panas vagy a holdra szálló modult. Meg talán átokkolunk. Akkor ezt a TLI-t ezt innen erőltetjük. Tehát értjük, mi értjük, csak nem tudjuk, hogy kell csinálni. Azt nem nagyon értem, hogy miért ugrott ezen tovább. Tehát nem fogunk ezen nagyon sokat kívülni. Megnyomtam ezt a kiírést.
minimum mindent. Nem, nem, hát ez mondjuk nem fog átmenni. Nem, a komputerünk ez egy picit most. Picit most úgy gondolja, hogy most ez így nem. Mondjuk egyébként aktív, tehát lehet, hogy egyébként nem kéne baszolossan. Az is lehet, hogy teszi a dolgát. Na mindegy. Most elvileg, amikor ez megvan, ugye, na de akkor se stimmel, mert ugye ki kéne olvasok a 0633, az mindjárt nézem micsoda, 0633 az ugye a gyújtási idő, igen, tehát a gyújtás ég hátra lévő időt jelenti, nyilván annak függvényében, amit a program megmond. A 14-es, annak is ugye valamilyen, annak ugye valamilyen izajét kéne visszaszedni. Ugye igen, az három regisztert ad vissza óra, perc, másodperc, ugye azt kéne betenni ugye egy paraméternek. Ugye ki kéne olvasni a 0614-ből. 14-es noun az nincs benne a manuálban. Lehet, hogy nincs benne a manuálban, mert az állás. Ja, 14, ez dokumentálatlan adat, mindegy. Az lenne talán a... 14... Aha, igen, az a... Hát igen, azok a delta vértékek. És a 95 hát az megint csak nincs dokumentálva. Azt mondom, nézem, hogy manuálban a 15-ös programot kifejti előzetesebben. Az a baj, hogy ezek ugye még annyira nincsenek megtámogatva leírásra. Tehát a Mercury és a Gemini programok egész részletesen szájbarágosan vannak írva, hogy mi lenne a egymás utáni szekvenc itt ebben a leírásban, azt hiányolom, hogy ugye nem vezet végig, hogy ha végig akar az ember ezt csinálni, akkor milyen soron, amit nem arasson. Mert jó, elismerem, hogy lehet, hogy én vagyok hülye, de nekem nem annyira egyértelmű. Ezt nem vettem részt az Apollo programban, de... Hát, hogy másnak az, nekem nem triviális ez. Na mindegy, hát ezeket nem fogjuk tudni kiszedni innen. Most hiába nyomogatom, mert... Azt érzékel, hogy nem álltam át. Tökéletesen érzékeli. Ja, hülye vagyok, már látottam az idő. Elég hülye vagyok. Na, jó, oké. 15, semmi pánik. Akkor viszont rossz az így. Mert 37, 15, tehát akkor van még egyszer. Tehát ez akkor összet, tehát akkor azt mondjuk, hogy V37, tehát programot szeretnék váltani. 10, nem, 10, nem egyszer. V37, nem, 15. Igen. Enter. Aha, na. Ez már úgy hasonlít arra, mert leírásban van. Na. Igen, ugye persze leállított módban lehet nyomogatni gombokat, csak nem lesz hatása. Teljesen jogos. Na, tehát azt mondja, hogy itt most visszakaptuk ugye a 33-ból, hogy ez azt jelenti, hogy 0 óra 55 perc, és hát az most itt vajon, az tuti nem azt jelenti, hogy 3800 másodperc, az szerintem 38
1000 másodpercet jelent, talán vagy. Nem se tudja ennek mi a formátuma. De akár meg is tudom nézni. 33. Az úgy néz ki, hogy 0, mindig 0-val indít, xx.xx másodperc, tehát az azt jelenti, hogy a tükkös, tehát mégiscsak 38 másodperc, itt lenne a század másodperc, jó, tehát 30, 55 perc, 38 másodperc. Jó. Viszont most lesz itt a trükkös dolog, mert ezt be kéne tölteni. Lehet, hogy csak egy mondom, hogy pro. A pro az ugye a trükkös, mert ugye nem azt jelenti, amire gondolnánk. Nem mondom, hogy mi az. Ez a proceed. Ugye, tehát trükkös, mert gondolnánk, hogy van enter, akkor már nincs proceed, de van, mert egy furmányos kis názamérnökök úgy gondolták, hogy legyen proceed is. Ami azt jelenti egyébként, hogy tehát adat vagy adat nélkül tovább lép a program következő lépésére. Hát akkor ezt fölírom. Ezt az a fölírom. 55 perc. Ez már nem múlik. Már igaz, hogy már elmúlt már 10 perc azóta, miatt ezt kiírtam. Mindegy. 38 másodperc. Szerintem neki, hogy pro. Jó, 6.14. Ugye ez csak egyet ad vissza, egy delta v-t. Ez 10.000, 2.000, hogy igazából is kéne felírkálni, mindegy. 2.84, mindegy, ezt is pro. És akkor 0.95. Hát ez elvileg a TFI VGVI. Jó. Hát gondolom ez a time to valami. Time for inject, igen, az jutásig hátra jövő idő lesz másodpercben, perc másodpercben. A többi meg jelentsen bármit, mindegy, ez az, oké. És akkor itt most nem írja, hogy nyomjunk prot. Ez a nagy kérdés, hogy ez így fut-e. Ez itt a nagy kérdés. Nem így, hogy nyomjuk meg a következő lépést. Ha nem nyomjuk meg a következő lépést. Addig. Jó, mindegy, beíresítjük akkor. Hát mondjuk azt, hogy akkor ezt megcsináltuk. Na, több idegen már megcsináltuk azokat a élesítő lépéseket, és akkor most az van, hogy ebből mi lesz? Na mindegy. Utána elméleti síkon kéne találjunk egy ebből egy az itt lesz valahol a parancsnoknál. Vagy nem. Az FD-i szarok, ezek itt vannak. Kivéve, hogyha az áram ellátásáról van szó, mert akkor viszont a bal oldali mérnöknél lesznek. De ha ott se, akkor fogalm sincs. Ja, nem ott van, nem én. Most akkor lesz, csak rossz fele nézegettem. Ja igen, na, tehát most azt mondjuk neki, hogy ez most az orbitális adatokhoz igazodjon. Tehát azt vegye figyelembe, hogy hogy áll alattunk a földgolyó. Nagyon leegyszerűsítve. Illetve a TLM, hát gondolom, hogy tudom mi ez, de mindegy, lenyomjuk dámba. Ezeket meg folyamatosan kapcsolgatom, de se teljesen tiszta, hogy ezek micsodák. És most várunk. Ja, na és akkor most kéne, fut. Fut a program, azt mondja, beta, end, azt mondja, beta, v.
Ja nem, aha. Jó, tehát megadtuk neki az alapadatokat, megadtuk neki a delta v-t. Elindult a visszaszámlás, azt itt ugye látjuk. Az még az is lehet, hogy ez a 32.000 másodperc, ez tulajdonképpen az 55 perc. Még akár ez is előfordulhat. De 3600-ra kéne osztani. Az 60-nal kapunk fel, igen, nem. Ez egy kicsit sok lesz. Ez konkrétan 8 óra. Hát... Most vagy az van, hogy rossz adatot adtunk be, vagy az nem másodperc. Egy kicsit trükkösek ezek, de mindegy, ezt nyilván nem fogjuk itt kivárni, hanem azt fogom csinálni, hogy időgyorsítunk. Ja, na lássuk, mi történik. Erre kíváncsi, hogy legalább fel kell a nap. Ha más nem történik, legalább az megtörténik. Legalább fel kell a nap. Uplink aktivitás illuminit 9 perc. 9 perc a gyújtásig. Hát... Ezt én nem mondanám exaktul. Egyébként látunk is most már valamit az ebben, az nagyszerű. Na, tehát ugye így nézzünk ki. Teljes valónkban és életnagyságunkban. Ugye itt van mögöttünk a holdkomp, ez a negyedik fokozat. Elvileg, ha jól csináltuk, azt ugye a KSP-ből már tudjuk, hogyha jól csináltuk a dolgot, akkor amikor elindul a gyújtás nagyjából és egészéből, akkor kell fölkeljön ott előttünk a hold, ha jól csináltuk. Az, hogy nem látjuk a holdat, az határozottan biztató. Az nagyon határozottan biztató, mert akkor alapvetően még van esélyre, nem zúrtam el teljesen. Nem sok, de van. Van esélyre, mert hogy nem szabad látnunk a holdat. Van 9 percünk, úgyhogy eddig itt visszaváltam, hogy mondom, hogy áll counter. Hát még akár lehet, hogy ez 9 perc, hogy elszámoltam volna. Ez másodperc, akkor 6 vagy az 1 perc, ez nem lehet 9 perc. De, hülye vagyok, elszámoltam, 6000... 6000... Nem, 3600. Mindegy. Valami lesz. Aztán lehet, hogy nem akkor fogunk gyűjteni, ki tudja, hogy az mit jelent. Lehet, hogy az a... Mindegy. Valami lesz. Jó, elvileg ugye az a lényeg, hogy a komputer kiszámolja, tehát, hogyha jó a szimuláció, és eltérünk ugye a menetrendtől, mert ugye az, hogy itt mit mond nekünk a gép, az ugye az azért függ, az, hogy mi van programozva időre neki. De akár még lehet is jó. Meg a végén. Kiket a hol. Hát nem, de... Akár még bármi lehet ebből. Valami jó télesedett. Ja, kettő szak jó az. Meglátjuk le, ugye, ha stimmel, akkor 10 másodperc. 18, hát meg ez jó is ez a counter. Nyilván az a fokozat ugye nem válhat le rólunk a 4-es, mert ugye az gyorsít. Kettes meg már levált, tehát ez a kette, ez van rajtunk most gyakorlatilag. És jó. Valami történik. Azután történik valami, és az elméletek jó pozícióban vagyunk. Ez egy kicsit aggaszt, hogy nem látom a holdat. De az jól néz ki, hogy ugye a pályamagasságunk elkezdett veszett mód nőni. Az nagyon pozitív. Az egy nagyon-nagyon bíztató dolog. Ha esetleg föl kellene a hold, azt tényleg nem értékelném.
nem díjaznám a dolgot, de jó, nem muszáj neki azonnal fölkenni, de mondjuk úgy mondjuk nagyjából. Horizont mögött fölbukkolna a huncut kis holdacskának, nagyon örülnék. De akár nézhetjük nagyon autentikusan a parancsnok ablakából is az eseményeket. Hát onnan nem mondjuk nem látok rá a horizontra. Akkor megyünk vissza. Még egy kicsit megemelte a számítógép a hajót. Nagyon reméljük tudja, mit csinál. Most még egy kicsit billenti lefele. Nagyon billenti lefele, az annyira nem tetszik, de ennél számítógép kezébe vagyunk. Ami három regiszter, tehát tényleg azért ma beülne bárki is egy olyan számítógép vezérelt a dologban, ami három számot tud megjegyezni, mert szerintem senki. De azért az tényleg, ezek tökös gyerekek voltak azért. Jó, igaz, azt nem tudhatták, hogy lesz olyan masinéria, ami erre több lesz képes, de azért ez a kemény, azt kell mondjam. Hát hold az nincs, de még nem fúródtunk bele a légkörbe, ez azért valami. Illetve ezénk az emelkedik, ez biztató. Na most elvileg az üzemanyag szintjeinket azt itt látjuk. Az látható itt, hogy a 4-es fokozat üzemanyag tartájában van még hát egy olyan 17%-nyi üzemanyag, az nem mondható soknak, de hát annak ugye annyi kell működni, amíg ugye pályára nem álltunk a volt felé, akár még az elég is lehet, bár elég szépen fogy. Most az, hogy közeledik a 31.500, az jó, mert nagyobb tényleg közeledik. Ugye azt várjuk, hogy itt az egyre nagyobb mértékben nőjön a pályamagasság, ugye azt tudjuk, hogy kerbászpész, ha valamit, akkor a kerbászpészről ma megtanulhattuk, hogy ez így van. Hogy szakadunk el a föld gravitációs vonzásától. És elvileg 35 körül meg is kell állni. Vagy nem. Hát, hogy kijövünk a végtelenbe és tovább is lehet. Bármilyen hold. Jó, hogy van holdtérkép is. Nagyon kemény. Azok a számok ott nem tudom, hogy el kellene-e fogyanak, vagy érzem el. Nem tudom. Holdnak még mindig nincs nyoma. Most nagyon remélem, ezt nem úgy gondolta, hogy miközben megy a gyújtás, de azt általában úgy értjük, hogy várjuk ki a gyújtás végét. Mert ugye majd ott megint lekapcsoljuk a... Ja, mert szikó van közben, de ugye válik le a... Aha, jó. Elvileg... jó. Na, most pályán vagyunk. Én azt mondom, hogy őt lementem. Már kezdek optimista lenni. Nem mentem, nem nincs implementálva, jó. Oké, akkor kivártuk, rendben van. Nézzük meg, hogy ők mit csinálna. Péci szervot. Monitor transfer, ide folyamatosítok a tankot, igen.
Automatic cut off, igen, az automatic leáll. If no, ekkor ki plusz 2 másodperc, ha nem válna le, akkor és lefagyna a képernyő, már hogy a komputeré, hát mondjuk a komputer az már nem aktív, akkor írjuk fel a és delta v-t. Ez a fölírkálás miért a mániája, nem mindegy. TVS servo egyébként az jönne most. Jó, hát ez ezt akkor fölírjuk. Eddig még egyszer se kellett, de ezen már nem újjon. Elvileg fölírjuk ezt. De az a baj, ez változik is, nem mindegy. 35.586. És azt a javasolja nekünk, hogy utána nyomjuk meg ki gel. Jó, az nem csak semmit. Jó. Oké. Utána a TVS servo power off kapcsoljuk le. Azt egyébként is azt mondja a checklist, akkor kapcsoljuk le. TVS servo off. Jó. Szerintem bitrate. Az lesz a... Nagyon fogalmam sincs mi az, de talán a... Ugyanúgy tartom életet. Hát... Ja, ott vagyunk. Jó. Jó, hát ez csak egyébként ez csak ilyen izék, visszajelző műszer, érzékenység, állító vackok. Ezek a pirotechnikai dolgok, megint csak azért, hogy ne válasszuk magunkat szét. És igazából most ezt lekapcsoljuk, mert Dán lunár állásban. Jó. Legyen, és akkor azt mondjuk, hogy akkor végig szaladunk. A CS Separation Checklist, ugye ezt elvileg már csináltam, mert erre van oktató, ez már ment múltkor. Elvileg megy. Na most ugye azt csináljuk, csak hogy elvileg, valószínűleg nem az fog történni, de hát ha. Ugye most azt csináljuk, hogy fölélesztjük a vessünk egy pillantást a külső, tehát elvileg ott a hold. Na, nem szúrtuk el annyira, mondom én. Annak a huncutnak most kell fölkelni. Ez a grafikai bug, ez nem zavarjon senkit, ezt láttam a korábban is. Na, te irányba vagyunk, emberek, irányba vagyunk. Na, tehát azt fogjuk csinálni, hogy ugye itt most ezt lerobbantjuk a francba, ezt itt, ezt a búrát. Emögött lapul a mi kis holdjárunk. Nem holdjárunk, leszálló modulunk. Majd utána leválasztjuk a parancsnoki modult erről, még pontosabban a szerviz modult, és megfordulunk, rácuppanunk a leszálló modulra, és szágulunk a hold felé. Ez az elmélet. Na, ez azt csináljuk, ezért most elég bonyolultan hangzik, de igazából ennek nincs tétje, tehát most ugye, amit mondottam, hogy ugye van két buszunk, ami lehet ugye az egyes busz, A busz, B busz, meg off. Most ugye azt csináljuk, hogy egész egyszerűen itt fölkapcsolgatjuk, hogy a forgást irányító A1-es fúvókánk az legyen az A-sínen. A C1-es fúvókánk legyen a B-sínen. Az A2 az A-sínen, a C2 a B-sínen. Tehát, hogy nehogy baj legyen.
Ide az a kapcsolgatjuk, majdan, amit említettem, bekapcsoljuk a héliumos RCS rendszer nek a fúvókáját. Na. Miért nem kapcsolódsz? Jó. Ezek ugye nem úgy maradó kapcsolók, és egyébként úgy vannak. Tehát ezt vegyük észre, hogy ezek gyakorlatilag eleve úgy vannak. Hát ez igazából tulajdonképpen nem tudom, mit csinálunk, de mindegy, tehát ez nem egy úgy maradó kapcsoló. És akkor indítjuk a héliumost, ami viszont billenős, nem az se billenős. De lássuk, hogy nem csalok, hogyha ezt ugye lefele tennénk, hogy akkor megjelenne, ahogy zártuk el. De ugye ez itt van. Jó, ez igazából ez csak egy ilyen hülye biztos ellenőrzés, hogy tuti ki van nyitva, mert hogy egyébként ki van nyitva. De hát attól ellenőrző is, az ellenőrző is, hogy megvédjen saját munkától hülyeségtől. És akkor most gyakorlatilag ugye beindítjuk az FDI-at, ugye az ez a szar, hogy az úgy igazodjon hozzánk, tehát azt csinálja, amit mi, vagy azt mutassa, amit mi csinálunk. És a command rate ugye az talán ismerős ugye a Gemini-ből, az az, amikor tudjuk vezérelni a forgásunkat. És ugye itt az, hogy a forgást, az emelkedést és az oldal irányú mozgást is mi vezéreljük. Illetve azt hiszem, igen, tehát ez a kézi vezérlés, most kézi vezéréssel lépünk rá. Itt beállítjuk, hogy alacsony kis fúvókkal löketeket toljon nekünk. És itt lesz majd egy trükkös egyébként, ami rosszul van a leírásban, és ezen szenvedtem tegnap este hajnal kettőig. Mert hogy most visszatesszük az irányítást a kompjúterre. Ja, igen, nem, ezt rosszul mondom, az SCS, ez nem az, ez a célfúvókán. Hát mindegy. Jó, ki fog derülni egyébként, mert nem mozdulunk meg, akkor nem az. Hát akkor majd állítjuk. Fölbíráljuk itt a dolgokat. Ezt lekapcsoljuk. Na és akkor most élesítjük az RCS irányítást. Ott ugye ez most ugye le van zárva, de elvileg most, hogyha bekapcsoljuk, akkor is le van zárva, jó? Igen, ezek kellenek, mert nem tudjuk szétszedni magunkat. Na, és akkor most igazítjuk magunkat. Elvileg ezek szinkronban vannak, de biztos, hogy szinkronban is maradjanak. Nyomjuk ezt. Látszik, nem történt semmi. Na most elméleti síkon. Igen, egyébként most ki kéne húzzuk azért a tárolóba. Igen, tehát most igazából annyit kéne csináljunk, hogy egy kis löketet kéne előre adjunk. Pedig erre tényleg rájöttem, hogy a rákezett rá ezt tudsz. Ugye gázt kéne adjunk előre felmenet. Na, nézzünk külső nézetet. Elméletileg most az előre menő igen, a transition az fogva, az aktiváltuk. De akkor most nyomok egy fúvókát előre. Aha, működik, valami történt. Igen, csak hogy ugye most még nem szedtük szét, amit szét kellett szednünk. Tehát igazából ez nem tudom, mire vonatkozik a transition code. Na mindegy, egy dologra nagyon kell figyelni, mert az rosszul van egész egyszerűen a manuálban, hogy ez a CMC mód, ez ugye lehet automatikus módban. Ja igen, egyébként rosszul mondtam az előbb, tehát a CMC jelöl az, hogy irányítjuk ugye az RCS rendszerünket, nem a főfúvókánkat akarjuk irányítani. Az automatika az, ha fönn lenne, az azt jelenti, hogy a gép irányítana, a hold az azt jelenti, hogy tartja a pozíciót, de nekünk free-be kell, és free-be is van, akkor tök jó. Mert az egyik leírásban az oktató az akadémiában ez holdban van, az egyik ilyen gyakorlópályán, mert nem jó.
mert akkor hiába vezérelte, mint a hülye előrefele, de visszakormányzott, tehát az marhaság. Na, és akkor elvileg most, jó, hát ezt technologizáljuk már. Jó, tudom, mire gondolhat. Aha, igen, te arra gondol, szerintem, hogy most szét fogjuk szeparálni. Ezt tovább ugratom. Tehát ez választja szét a lunár modult, a kommandó modult, ez választja szét. Na már most. Ugye úgy kéne ezt szétválasztani, de nem akkor is hülyeség, tehát akkor se szabad észt nekünk választani, amikor nem sorolunk a francba. Jó, mindegy, ez hülyeség. Most nem fogok hallgatni ezzel a listára, mert hogy a következőt kell majd csinálni. Hogy a parancsnok ablakán keresztül van nekünk egy olyanunk, hogy ilyenünk. Ami egy, hát egy kis műhorizont. Ugye ezt ismerjük ugye a vadászgépekből, ugye ezt mutat nekünk egy irányt. És akkor most az van, szétdobjuk magunkat, majd egy nagyon finom kis gázt adunk, tehát leheletni. Oké, ebben most szétjöttünk. Igen. És akkor most ott van benn... Aha, nincs benn. Ott lenne benn. Ott lenne benn, de ez a küldetés nincs meg. Na mindegy. Akkor lehet, hogy az oktatót inkább majd megmutatom. Igen, ez a rész, akkor nincs vagy. Tehát ugye most az történne, de akkor megfordulunk legalább. Tehát az történne, hogy egy picit ugye fúvókázunk előre. Majdon... megfordulunk. De meg most irányítjuk az űrhajót. Igen, tehát most ugye nem lesz benne kis rohagyárunk, de lehetne akár nem, mert mindegy. És akkor ugye itt kell nekünk ráfarolnunk, és hát ráfordulnunk. A... a negyedik fokozatra, aminek a tetejéről valaki lelopta. Igen. Valaki lelopta szemét módon a holdjárót, de alapvetően ugye ha és amennyiben benne lenne, most nincs benne, mert ez nem az a küldetés, akkor gyakorlatilag látnánk egy kis háromszöget, vagy egy T betűt világítani. Most az is T betűt kéne beigazítani ide. De mi kis üzénkre, négyszögünkre kéne ráirányítani a T-betűt így. És szépen finoman közelíteni, amíg össze nem cuppanunk, és akkor tök jó lenne. És ezt megtámogathatnánk egyébként, hozzáteszem. Ugye ki lehetne engedni a, ugye a docking probe-ot, ugye ez nyomja előre ki a kis dokkolószarunkat. Illetve bekapcsolhatnánk a fényeket, illetve bekapcsoljuk az alagút világítást, tehát ugye ott van, ott. Ez ismerős lehet ugye az Apollo 13 filmből, tehát ott mászkáltak keresztül, tehát ez a hedge, ez az átjáró ugye, ami a parancsnoki, vagy a Lesser modulba vezetne. Ugye nem lopták volna ki a parancsnoki modulunkat a helyéről, vagyis a Lesser modulunkat, akkor frankón lenne ebbe egy kis valami. De hát nincs. Úgyhogy akkor ezt a lépést átugorjuk. Jó, és akkor az lesz, hogy
Ezt vissza is húzom. Visszaengedjük. Visszahúzzuk. És akkor gyakorlatilag, hát nagyban nem változik semmi, de elvileg ugye itt most így nem tudunk dokkolni. Hát ugye hozzászorult ugye a negatív részhez, és akkor ezt így egy az egybe kiemelték. Gyakorlatilag mindenestől, és akkor meg volt az átjáró. Na de se baj, minket ez nem keserít el, mert megyünk óra. Egyszerű illízió, az elvileg megvolt. Igen, és akkor... most úgyse fogunk leszállni. Ezt nem tudom, mit zár, ezt utána kéne venni, hogy mi ez a kapcsolatban, amit zárogatni kell. Ez vagy valami nagyon fontos kapcsoló, vagy nem jó semmire. Na és akkor visszakapcsoljuk, hogy legyen újra automata vezérlést, akkor most elvileg már nem vezéreljük. Most visszaadtuk magunkat a gépnek. Az átjárót hagyhatjuk fényjel, mert jobban néz ki. És akkor látszik is, hogy szépen visszaestett minket az automatika pofával előre. Visszaadtuk neki a vezérést. Az egy picit zavar, hogy az antennánk ilyen kicsit megkókat, mert hogy azt ugye fő kéne engedjük valahogy, de hát csak lesz rá ellenőrző lista. Nagyon remélem. Na, közben itt irányítgatja magát a kabin. Jó, ez akkor meg volt. Jó. Na most a TNB, ugye ez az lenne, amikor már a Holdon lennénk, ugye a szétválasztás előtti, tehát mikor a leszálló modult ugye szétszednénk a parancsnoki modulról, parancsnoki modul előkészület, szétválasztás, ezt talán parkolópályra, azt nem tudom, és akkor vissza kapcsolódik, és ugye át kéne ugorjunk a parancsnok kézébe modulba. Ja. Na, és hát akkor ugye ilyeneket csinálhatunk itt, hogy például jó, hát ez az ellenőrzés, hogy minden oké-e, kabinnyomás, ellenőrzés. Hát ezeket nem tudom, itt láttam valahol. Itt lenne a kabinnyomásom, itt van, igen. Ugye a kabinnyomás ugye nem normál légköri nyomáson operáltak, hanem nyilván ugye kevesebb fél. 5,3 tized. Bárai az a kabin, itt a kabin, 5-5-3, flow, tehát a légáramlás, 0,2 lábta, nem tudom micsoda. Jó, és akkor elvileg ugye most még izébe vagyunk hozzá, hiszen űrruhába vagyunk. Sweet. Hopp, itt rend, jobban. Jó, hát elvileg most itt már ugye levehetnénk, már még abban vagyunk. Üzemanyag cellák, hát azok ugye... Ugye ott arra kell figyelni, hogy... Ahol van itt a flow, áramlás zöld, értékelő, ami mondjuk nem igaz. Mind a háromnál. Kettő. Elvileg a zöld mezőbe kéne legyenek, bár az is lehet, hogy egyszerűen csak a monitorozás nincs bekapcsolva. Hát itt purge on monitor, igen, mert nem figyeljük.
Hát azért szerintem nem kelt életre az a kijelző. H2 földj. Hát itt lenne elvileg egy kapcsolója, de nem, azt elfelejtettem, hogy hol. Tudnánk monitoring állásba pöttyenteni. Az még sokkal jobban zavar, hogy korrigál a kabin. Most sokkal jobban zavar, mert hogy így ki fog folyni az üzemanyagunk. Tehát neki most itt tulajdonképpen útban a hold felé egyáltalán nem kéne korrigálni a semmit se. Illetve pontosító kellett nekik korrigálni, de nyilván nem ilyen sűrűn. Hát kétszer-háromszor kellett neki korrigálni az út folyamán pályát. De ezt se ők csinálták, ha jól olvastam, hanem az automatika. Totál irányba vagyunk, azért nem azért mondom, de... Ez az antennát úgy kinyitnám valahogy, de... Nem sincs hogyan. Na várjunk, nézzünk azt mondja olyat, hogy... Szóval azért ez nem teszek, hogy ilyen sűrűn módosít. Szerintem nem kéne neki. Ez meg már a visszatérés. Visszatérni nem tudok. Annak már nem néztem utána, hogy vissza nem fogunk térni. Hát most vagy az van, hogy a hold körül megyünk. Jó, mindegy, az azt most megpörgetjük, de kegyetlenül az időt. Nem tudom, mennyi volt az út, de... Egyébként annyiból jól csinálja a módosítgató, hogy igazából teljesen volt felé nézünk, tehát... Lehet, hogy aztán ennek így kell kinézni. Csak azért nem tartom valószínűnek, mert hogy azért annyi üzemanyagunk szerintem nincsen. Az RCS rendszer, és ezek a... tartalékok, tehát én szerintem egyáltalán nem kéne neki itt manőverezgetni. Jó, mondjuk lekapcsolhatom. Mert ez a... Ez akkor mi lesz, ez hogy francba. Akkor nem irányít, aztán lehet, hogy elrepülünk a hornbele. De nem hiszem, hogy annak ott működni kéne folyamatosan. Ugye az tény, hogy a Kerbal Space Program ugye a gyenge gravitációt azt ugye nem modellezi le. A gyenge gravitációs kölcsönhatást, tehát azt értsük úgy, hogy a ugye a KSP-ben ugye idealizált a helyzet, tehát amikor elindulunk a holdra, akkor ott az áll, mint a szövet az a pálya. Valóságban ugye ez nem így van, mert ugye a Föld és a hold között ugye van egy gravitációs mező, ráadásul nem is teljesen egyenletes. Függően attól nyilván, hogy milyen messze van a hold, hogy fordul a Föld, stb. Stb. Úgyhogy ezt folyamatosan korrigálni kell, mert különben nem lesz teljesen profi a pályánk. Most úgy látom, már nem kapcsolgat be az a... Jó, egyre ez így marad. Nyomunk egy irdatlan időgyorsítást. Ezt meglátjuk, mi lesz. Ennél gyorsabb. Most az ne zavarjon senkit, hogy elfordulunk a holdtól, mert az nem érdekes. Ennél gyorsabbat nem tudunk. Mert így azért lassú lesz. Értem én, hogy
repülnek a percek, de beelőzött minket a fokozat. Igen, ezt a fokozatot azt hiszem beleállították a holdba. Hát lehet, hogy nem enni, de az egyik innen volt ilyen, hogy megnézték, hogy nincsenek-e nácik az üreges holdban, úgyhogy azt hiszem, azt bele csapották a hold felszínben, ami nem vicce, mindegy, lényeg, hogy megpróbálták. Hát volt egy olyan, de azt hiszem, az már akkor, amikor nem voltak a szeizmikus érzékelők. Ez így lassú. De egyébként jónak tűnik, bár nem biztos. Lehet, hogy nem kellett volna kikapcsoljam azt a... Kellett volna kikapcsolnom azt, amit kikapcsoltam. Menjünk, visszakapcsoljuk. Látjuk, mi lesz. Volt ez az, hogy pilótánál volt. De mondom, annyira nem számíthat már, hogy ez csak közel. Irányba tesz minket, de már úgy, hogy forgásba. Sokkal jobban zavar, hogy az antenna nem nyílt ki. Elvileg a kommunikáció az, itt van. Egy kizárásosakon két embernél lehetett, vagy a parancsnoknál van. Nem hazudtam mellett a pilótánál is. Az világítás, világítás, világítás. Oké. Akkor még a mérnök művelet. Lehet, hogy a mérnök dugdossa itt nekünk. Rádió. Valahol láttam egyébként ilyet. Hát előttem láttam ilyet. Ja, igen, még a... Ja, nincs leszálló csillag, mindegy. Annak, hogy lekapcsoltuk a záromát. Mondjuk vannak még itt. És PSP, ez érdekes. Ez az űrruha. Ott is van, bekukucskálunk onnan, ott is van valamilyen. 200-229-es panel, de ez a... Ez szerintem a... A fene se tudja ki ez, de ez valószínű a... Hol vagyok? Ez a... Ez mondtam ki én mindegy. Hát valami rádió antenna jellegű. Valamit kellene találjunk. Ez nem annak tűnik. Audio kan normál. Az a baj, ugye vannak még bizonyos dolgok, amelyek még hiányoznak a manuálból egész egyszerűen, tehát még nem implementálták. Például egyébként az optikai navigáció, ez a sextans, nehéz szó. Az sincs teljesen lemodellezve, mert egy kicsit hazudtam, azért nem teljesen automatikus cucc volt az. Hát nem biztos, hogy föl lesz az engedve. Ezek nem azok. Én visszaesett volna egy holdraszálláson. Gyerekek, keressük meg a kapcsolót. Valahol ott lesz az.
Ezt nem, ez ruha. Hűtés. Hűtés, fűtés, radiátor. Na, hygiene antenna. Aha. Igen, ez lesz az. Ez az, csak ha derágba nyitjuk ki. Track, automatikus beállítás. Ezt én értem, de hogy csapjuk föl? Igen, szervó. Aha, ez a... Ez a motorja. Azt kéne nyilván főcsapatni valahogy. Csak nem így. Hát, na, vajon ebből lesz hold, vagy nem lesz hold? Az attól tartok, sajnos nem. Ugye szállunk fölötte, mint a picsa, de mondjuk lehet. Nem tudom eldönteni, hogy zuhanunk rá, vagy nagy sebességgel megyünk el mellette. Ugye alapvetően itt most nem kéne nekünk manőverezni, tehát ugye az egyik ilyen... Tehát amikor csak elmentek mellette, akkor csak ugye volt ugye olyan variáció, hogy csak elszágódottak mellette, akkor nem nagyon kell. Csak a visszatérés az némi pályakorrekciót csinálni. Pályára állni nyilván akkor kell egy komolyabb gyújtás. De én antennát akarok nyitni. Lehet, hogy most akkor kézzel kéne tájutnom, hogyha a rádba van. Meg lehet, hogy nincs implementálva még a funkció. Ezt hiába szenvedek itt, mint disznó a jégen. Mert nyilván ezzel állítjuk, de... De nem biztos, hogy ezzel élesítjük. De mit a lenne jelentősége, mert de most még nem annyira pontos a szimuláció. Kabin hőmérséklet már pedig nincs. Mert az már a létfenntartás. Ezt azért viszont lelövöm. Mert csak forgat minket és fogyasztja az üzemanyagot. Hát vagy még esetleg a mérnöknél, amit a végignéztünk mindent ugye. Ez ugye az üzemanyagcella, üzemanyagcella tartályai, feszültség, buszok, sínek, stb. Akkumulátor töltője, azt mondjuk megnézhetjük, hogy nem kellene tölteni. AB nem kell. Töltő off, C busin A, mint a szöveg. Első irányítást tudom egy kicsit így fixírozni, de nem akarjuk. Jó, nem lesz antennánk. Na, csúszaljunk tovább akkor. Ja, és akkor ez a főhajtómű egyébként, amit szerintem most itt nem fogunk, hát használnánk, de nem fog tudni visszamanőverezni a földre, mindegy. Ugye itt van az oxidálószer üzemanyag arány. Ugye ez is egy érdekes rendszer volt, mert hogy ugye ezeket nem egy az egy arányba használta el gyakorlatilag a rendszer. Tehát ott olvasható, hogy egy, nem olvasható, mindegy, tehát egy egész, valamelyikben picit több kellett. Ezért ugye előállhatott az a szituáció, hogy a két tartály ugye nem lett kiegyenlítve, ezért ilyenkor, ha ez előállt, ugye valamelyik irányba elbillent, akkor ez az umbal, ez az nem kiegyensúlyozott oxidálószer jelzés, akkor valamire el kellett billenteni, hogy most egy kicsit többet vagy kevesebbet használjunk, és akkor itt beállt a cuccos. Na, pörgessük meg ezt az időt. Az igazság, nem vagyok túl optimista így hol tekintetében, de még valami minimális esélyt adok neki. Remélem nem szállunk el teljesen mellette, de lehet, hogy igen.
Az biztos, hogy a komputert ugye be kellett volna szerintem valahogy állítani, tehát szerintem nem állítottam én azt be. Még az is lehet, hogy közeledik. A jó öreg gravitációba azért lehet bízni. Max becsapódunk, hogyha nem jó a pálya. Csak rázuhanunk, azt kell mondjam. Hát a fokozatunk az nagyon ígéretesen csapódik abba az irányba. A föld az már, az meg egész jól látszik. Ja, hát igen, innen látható volt meg szépen. Nem volt ezzel baj, meg hát nem a KSP-be vagyunk, de nem elvadult arányokkal dolgozunk. Még a végén. Őszintén szóval nem hittem volna. Ma ebből még így hold látogatás lesz. Ezt lehet, hogy nem lesz, de mintha... Most nem tudom eldönteni, hogy távolodunk, vagy ereszkedünk, vagy közeledünk. Az a baj, hogy pályakorrekciót nem csináltam, mert pedig azt kellett volna egyébként. Nem tartom valószínűleg, hogy mi most ide be fogunk ugrani, bár nem se tudja. Esetleg a giroszkóp rendszer az nagyon frankon teszi a dolgát. Mintha most vagy halucinálok, vagy elkezdtük megkerülni, de az is lehet, hogy zuhanunk vissza a föld felé. Akár ez is előfordulhat. Nem vagyok túl optimista. Hát ez nem közeledik. Érdekes módon a gyorsító fokozatunk az igen. Annyira nem. Pedig az azért furcsa, mert hogy ugye ugyanaz a fokozatunk, azt attól értékén egy kicsit gyorsítottam. De azért az annyit nem számíthat. Aztán lehet, hogy pont de. Lehet, hogy nem csinálok semmit, akkor szépen odasodródunk. Nekem ez gyanús. Nekem ez nagyon gyanús. Nem közelít. Jó, még a hajóhelyzet az trükkös, de az látszik, hogy ugye a fokozat az mint a pályára át volna volt, körülmény meg úgy nagyon nem. Mert hogy távolodunk attól. Telnek a napok, már ugye a játékban. De annyira nem jött össze az igazság. Lehet, hogy közeledünk. És köszönöm, nem tudom eldönteni. Lehet, hogy közeledünk. Hát ugye normál esetben, hogyha innen kerültük, akkor ugye egy, tehát
Most, hogy nézzük, most a bal oldaláról kéne közelítsük. Az addig rendben van, feltéve, ha nem az történik éppen, hogy zuhanunk vissza. A föld felé már, hogy abba az irányba haladunk. De mint a közeledne. Meg kell nézni még az időgyorsítást, hogy van. Mert szerintem ez a 400-szoros, ez kicsit kevés lesz. De csak nincs több. Ez kellemetlen. Közeledünk. Én azt mondom, közeledünk. Ebből lesz valami. Kivéve, hogyha mondjuk mit tudom, oda kerültünk a Lagrange pontra, mert akkor ott fogunk az idők végezetén meg rohadni a föld és a hold között. Akkor se előre, se hátra, nem? Akkor itt fogunk itt a végtelenség lebegni. Ami nem gyújtunk be főhajtóművet, nem tudom, hogy kell. És hát tudom, hogy kell, csak nem, már elfelejtettem. Az oktatóban mutatták, csak elfelejtettem. De amíg közelítünk, nem nyúlok semmi, ez az biztos. Itt közelítünk, akár hogy nézzem, itt közelítünk. Ó, de még mennyire, hogy közelítünk? Mert láttam azért is. Ott megy a pixeliben, mindegy. Ott megy a izenk. Keringő, vagyis a fokozatunk a 4-es. Hát gyanítom, ő van jó pályán, én nem. A szeparációnál valószínűleg elszúrtam. Állati nagy pályán fogunk beállni. Hát ugye most elméletileg a kompjúternek mondogathatnánk, ha tudnám, hogy melyik program az. Előre most ugye azon a módszer, de hát nyilván nem tudom. Hogy most ugye ez a 15-ös program, ez szerintem már nem kell. És akkor elméletileg valahogy pályára tetethetnénk magunkat a kompjúterre, de hogy aztán az melyik program, most az is lehet, hogy egyik sem, mert hogy még hiányzik. Valóban, azt mondja, 5000 tésre. Van egy 11-es program. Ja, az az én, az az én, nem? Még egy által, hogy ez itt minden ott. Aha, van egy... Hát nem tudom melyik. Amikor initializáció, preparation. 61, 62, 63, nem tudom melyik. Ebből nem derül ki. De lehet, hogy viccből elindítjuk. 61. Nem, mert ez a visszatérés. Hát az a baj, az a manuál annyira nincs kidolgozva, hogy ezt így lássuk, hogy mi van. Hát egy viccből elindítom még a főhajtóművet, aztán meglátjuk, mi lesz. Na, egész jó közelítünk. Csak azt úgy látom, hogy már közelebb nem megyünk. Ez olyan gyönyörűen el fogunk szállni mellette, hogy öröm lesz nézni. De egyébként a főhajtóművet, ez az trükkös, annak a begyújtása.
Még annyira nem, ha megtalálnám az ellenőrző listáját. Akkor nem lenne az. Azt mondja, hogy... Torzatlan... Őrszol... Nem. De orbit entry, Earth-sounding, Earth-first orbit, ez a leszállás. Orbit entry. Ó, nem az a belépés. Az meg állati bonyolult egyébként. Ezt elkezdtem olvasni, hogy kéne belépni, de azt feladtam. Hát az valami eszetlen. Eszetlen, hogy hogy kéne azt megvalósítani. Még az a durva, hogy még azt a műszer csak találom. Ja, itt van, igen. A belépéses, ez valahogy úgy néz ki, hogy ezt kell baszogatni, és hát nincs is több mondani valamihez. Tehát ezt kéne megfelelő pillanatban beállítani, megfelelő állásba. Majd utána mindenféle teszteket kell kéne végezni a belépési szűk függvényében, amiből kijön valami delta V, ami alapján a kabin kitalálja, hogy ő hogy fog belépni. És ráadásul egyébként az állati érdekes, ezt mindjárt megmutatom, hogy hogy manőverezett, mert erre őszintén szóval nem is gondoltam. Tudtam, csak nem sejtettem, hogy ugye én naívan azt gondoltam volna, hogy hát az úgy beáll magától, hát nem áll be. Na az van, hogy nézem, az följebb van, érdekes mondom, az elején taglalja a visszatérést. Na, azt mondja. Tehát, hogy az a lényeg, hogy amikor oldalazza belép a kabin, akkor ugye úgy viselkedik valamilyen szinten, ugye, mint egy repülőgép szárny. Eddig ugye ezt tisztam, mert hát azért ezt valahol gondoltuk. Nem tudtuk, de gondoltuk. Na, tehát az van, hogy sematikus ábrát fogna megtalálni. Hát, nem, ez egyébként mind a belépés, csak mondom, hogy ez mind csak a belépés. Ja, és akkor most itt kezdődik a belépés, csak az előkészület a belépésnek. Na, tehát az a lényeg, hogy ugye itt van a cucc, ami jön. Ugye így haladunk, így fékeződünk. Ugye ez könnyű belátni, hogy a légellenes következőben így fékeződünk. Erre repülünk. Viszont, ugye az, hogy amikor így áll a kabin, akkor ez tulajdonképpen ugye egy repülőgép szárny, ami azt jelenti, hogy itt van egy felhajtó erőnk. Nem is picit, annak függvényében, hogy a kabin ugye milyen szögbe dől. Hogyha ugye nyilván ezt ugye tudtuk, na kásbőbe is játszottam már ezzel, szerintem mutattam is itt. Tehát nyilván annak függvényében, hogyha fölfele örgetjük magunkat, tehát egy picit így állunk, akkor ugye emelkedünk, ha így, akkor úgy, ha egy kicsit erre megyünk, akkor úgy, na de. Ugye ezt hogy adották meg? Hát nem RCS rendszer, hanem azzal, hogy ugye van a kabinnak egy óhatatlanul egy nehezebb része, tehát nem egy ilyen súly. És gyakorlatilag azáltal, hogy elkezdett a tenger körül forgatni ezt a cuccot, tehát róla, tehát a forgás irányának megfelelően tudott szabályozni, hogy hol legyen a nehezebb része a kabinnak. Tehát, hogyha ad abszurd el akarok fordulni jobbra, akkor, és mondjuk ugye itt van a terhel, akkor elkezdjük ugye elforgatni óramutató járásának megfelelő irányba a kabin nehezebb részét, a giroszkópok, ha nem, akkor megfordítjuk fölfele. Elkezd irányba, és akkor másik irányba megyünk, és ugyanígy fölfele, lefele. Tehát ha emelkednek, a felsőbb részét tesszük, ha visszafordítjuk, akkor süllyedünk. Tehát ezt így oldjuk meg, így oldják meg. És hát jó, hát megfelelő szöget ugye el kell találni, meg a mit tudom én, és akkor onnan ide jó. És akkor, ha a megfelelő belépési ablakon jöttünk be, és a nem tudom, mi megtörtént, mert ugye nyilván nem mindegy, hogy hogy süllyedünk,
akkor nem halunk meg. Na mindegy, szóval ez a belépés. Most nem fogok megnézni, mert egyelőre holdra kéne pályázni. Még valószínűleg szintén nem fog megtörténni. Ezzel még itt kicsit próbálkozom, csak az a baj, már nagyon, nagyon nem jó irányba haladok. Még lehet, hogy visszadob minket valamerre. Visszadobni visszadob, csak ugye az lett volna, hogy kicsit közelebb megyünk. Na mindegy, úgyis mindegy, már bekapcsolom. Megpróbálom bekapcsolni a főhajtóművet. Hogy is volt az? Na, az biztos, hogy a Delta Fleet Thrustereket az gyakorlatilag élesítjük. Az biztos. Utána ugye ez a nem, átugrunk a baloldali pilótához. Ez az SPS üzemanyag mennyiség. SPS-nél jó, elvileg ugye fűteni kéne őt 10 percig. Elő kéne melegíteni a hajtóművet, hogy be is gyulladjon. Utána az SPS-nél ugye használhatnánk ugye a vezénket. Ugye kipöfékelhetünk ott ugye héliumot, de nem azt akarjuk. Nem. Már lehet, hogy csak az ellenőrző lámpa. Ez csak az ellenőrző lámpa. Az ellenőrző műszer. Lehet, hogy itt valami? Igen, az nem az. Jó, az a... az a tartály szintje. Í, ott egy antenna. Így rendben, nem? Nem jött be. Na mindegy. Nem, ezek nem tudom, hogy már ezt már elfelejtettem, hogy tudom, hogy az a biztos. Ezt is kontrollál. Mert az azért nagyon egyszerű. Ugye ez kellően le volt védve nyilván, mert ha ezt véletlenül beindították, hát annak ugye beláthatatlan következménye lett volna. De nyilván azt megfelelően bonyolultá kellett tenni, hogy ne csak úgy beinduljon a cuccos. Nem, mindig csak azért helyre tisztító. Nem. Lehet, hogy nem fogom megtalálni. Mert hogy arra volt egy oktató, csak nagyon itt meg se tudom, hogy volt a sorrend. Az elektromos rend nem. Ez az, megvan a fejezet. Biztató. Na. Jó, tehát akkor azt mondja,
Ja, igen. Na kérem szépen. Ő lesz az. Nem. SBS HLVL. SBS HLVL látunk-e olyat? SBS. Egy határozottan viccesebb lett volna egyébként az apró program. Gyerekek, üljetek be, majd mondjuk, mit keresetek. Milyen ez? Régi számítógépes távgyógyítás. Jelleggel. Ott lesz az jobb, hogy csak találjátok meg gyerekek a gombot. Lehet, hogy ez a parancsnoknál lesz. Logikusan a parancsnoknál kéne lennie. Aztán persze lehet, hogy nem. Mert esetre ez, ugye ez a... Ja, azt is háromféleképpen lehet természetesen szabályozni. A hívőn csapoknak akkor viszont is csak középen lesz a pilótára. SPS, az biztos. SMRC az. HE. Ezek a szétválasztók, azok nem. Egyszerű. Túl egyszerűnek tűnik. De. Jó, na akkor mi se bonyolítottak el annyira. Igen, hát akkor azzal engedélyezzük. Na, RCS rendszert is visszakapcsoltam olyan? Igen. Igen, csak ugye nem adtam vissza a vezérlést. Olyan jó lenne, hogy be tudnék valami olyan irányba állni, amiről tudom, hogy milyen irány. Egyébként elvileg tudhatnánk, csak nem tudom. 3. Oké. Jó, elvileg tudhatnám, mert ugye ez a cuccos most nekünk elvileg a holdat mutatja. Ugye leteszteljük a dolgot, mert hogyha én most ezzel beállok, mondjuk egy ilyen pozícióban, akkor elméletileg az orrom, ez van már bejött magától, vissza. Ja, egyébként ott vannak a szabályzókám egyébként, hogy mennyire megyünk föl, fele, lefele. De most forgunk.
Mert most elméleti síkon most merőlegesek vagyunk a hold felszínére. Ha jó gondolom. Nagyjából nem pontosan, de nem. Miatt féltem, hogy pont nem. Az a baj, az irányomat se tudom. Fogalmam sincs, hogy milyen a pálya. Menjünk át kamikázi, mondjuk az ember nem fog jönni semmit, de... Nem, mi baj lehet egyszer érünk, megnézzük, hogy... Hogy kéne ezt megoldani, akkor jelenünk azt mondja, hogy... Nem, az nem jó, az nem az a jó forgásirány. Ez a jó forgásirány. Igen. Nem, legalább demonstráljuk azt, hogy nem. Nem az egyenes a nyerő. Mert hogy most hiába célozzuk majd be a vonat. Már nem tudom, mire volt ennek elég a tolóereje, de mindjárt kiderül. Igaz, ezen ki kéne igazodjak, de szégyenes gyalázatban nem tudok, úgyhogy lődésem nincs, hogy ezt hogy kéne olvasni. Ezt a műhorizontot, hát tudjuk, ez tudjuk, így még nem jó. Nem, visszafele. Senki ne próbálja ki otthon, mert így nem jut el a vonna. Most mondom. Most szólok, hogy én szóltam előre. Hát így nem. Senki ne jöjjön az, hogy én nem mondtam előre. Ott van. Ott van az ufóbázis. Jó, és akkor most, hát most lesz, amire ezt tolunk egy olyat, hogy ami a csövön kifér, ennyi. Lássuk, mi történik. Aztán semmi nem fog egyébként, tehát totálisan más pályára fogunk kerülni, mint kéne. De... De ez most így vicces. Na, valami figyelmeztető már kiulladt. Ja, hogy használjuk az SPS Trust-ot. Jó. Az üzemanyag mérőnket valahogy át tudunk pöttyenteni, hogy azt mérje, amit mérni kell. Ez a nyomás. Ez nem az. Ezek a visszajelzők. Ja, ez a 4-es tank, nem tudom, hogy ennek a tankját is lehet valami biztos, de fogom sincs, hogy hol van, ami egyre egy újítás a végre lesz. Jó, ha nem annyira rossz a pályánk, akkor lehet, hogy... Aha, igen, nem. Igen, erről beszéltem az előbb, hogy ettől valószínűleg a világűr legtávolabb pontjára fogunk kisodródni ettől a manővert, amit itt most műveltem. Elköszönünk a naprendszertől. Eszméleten rossz pályára álltam be. Igen, szóval így nem megy. Komputer nélkül nem megy. De hát végül is minden most nem az a lényeg. Egyébként nem tudom, hogy kész van-e a...
Tehát, hogy egyáltalán végig lehet-e csinálni a programot, fogalmam nincsen. Na, jó irányba forgok el, valószínűleg nem. Valahogy azért a hovat fölé kéne nézni. Mondjuk az nem segít rajtunk, mondom, de ugye ezt ugye Kerbából tudhatjuk, hogy alapvető ismereteink már lehetnek erről a dologról, és tudhatjuk, hogy ez így nem fog sikerülni. Pláne úgy, hogy még irányba se tudok állni. Aztán még végképp nem. Jó, visszaadjuk a vezetést a gépre. Reménytelenül bepörögtem. Most se tudom, merre kéne stabilizálni. Na most találjuk. Na, nehogy mindenfelé forogtam, csak arra, nem merre jó. Na, most találjuk ezt. Mondjuk nem, de... Nem tudom, hogy egyetlen ez a vonat jelzi-e. Köszönöm, nem, de... és szinkronba a kettő. Na, ez egy az ablakon. Hát nem hol. Nem hol itt. Zsátoljuk a teljes maradék üzemanyagunkat, aztán meglátjuk, mi lesz. Most ezzel vagy gyorsítom magunkat, vagy fékezem. Az a két eset van. Elméletileg le tudnám lassítani magam, akkor ugye akkor legalább becsapódnánk a volt felszínbe. Ott már valami kigyúlna. Valószínű az, hogy nincs elég üzemanyag már. Krió, aha, igen, a Krió Press. Ugye a Krió Press ugye azért érdekes. Ja igen, mert ugye a kriogenikus tartályok adták, ugye, ami az üzemanyag cellát adja, ugye az adja az oxidálószert is. Részes mértékű elkezdett fogyni. Egyébként ez az üzemanyag cellás megoldás ilyen szempontból zseniális volt. Feltéve, hanem az Apollo 13 legénységet kérdezzük meg, mert ők nem ezt mondanák, de alapvetően... Ó, jó, az még. Az baj, ez nem kell életre elkövetni. Nem tudom, hogy változik egy bármi is. Ja, nem, ez csak a csak. Ó, hát van itt még... Van itt még...
jó, ez még elemek van. Na, szóval egyébként tényleg zseniális rendszer, mert egyszerű, nagyszerű, mert ugye mindenre elég volt, és végül is egy héliumot, hidrogént és oxigént vittek magukkal. És némi akkumulátort. És tulajdonképpen meg volt az áramuk, tolóerejük, a hűtőfolyadékuk, és kész. Úgyhogy ilyen szempontból zseniális, és sose értettem, miért nem vittek napelem cellát, de hát valószínűleg azért, mert az akkori napelem cellák, vagy napelem panelek sokkal gagyibbak lettek volna, illetve hát, hogy ne felejtjük el, hogy azt hogy elég nehéz lett volna fölapplikálni úgy a modulra, hogy az ne legyen valamilyen kútjában. Tehát ott ne verjék le menet közben valahogy. Jó, még föltették van a negyedik megoldásnak. Tulajdonképpen. Jó, egyébként sok üzemanyagunk kellett legyen, mert ugye le kellett fékezni. Ugye pályára kellett állni, plusz ugye be kellett indítani a visszatérő fokozatot. Tehát tulajdonképpen azért volt némi üzemanyaguk. Valamit azért meg hagyunk, mert különben itt törlünk meg. Bár elvileg ugye nem kell, mert ugye a rendszer az szépsége az, hogy mind a sima akkumulátorra, mind a tartalékával is elment volna. Hát ezt nagyon nem találtam el, ezt a gyújtási irányt. De egész jól kidolgozott a hold, egyébként megnéztem volna közelebbről. Jó, egyébként meg lehet, mert a leszálló modulra vannak külön gyakorló küldetések. Na jó, hát ennél közelebb már nem jutunk a holdhoz. Úgyhogy itt már. És szerintem elindultunk a mély űr felé. Akkor lehet, hogy én ezzel a képpel zárom is. Na hát ezt tudta ez a kis modul. Mert hogy ez a parancsnoki modul. Még azért egy picit tanulmányozom, hogy lehet-e vele egy komplet küldetést csinálni. Az igazság, hogy nem biztos, mert hogy a gyakorló küldetésben lehet összedokkolni a leszálló modullal. Az mondom, majdnem sikerült tegnap, csak más késő volt. Viszont az nem az Early Access küldetés, tehát az nem komplett. Tehát az ugye pályáról indul. És történelmi küldetés meg még igazából nincsen. De fejlődik a program, úgyhogy szerintem ezt azért pódolhatják, mert legutóbb ugye magát a leszálló egységet tették be. Ugye előbb-utóbb csak össze fog ez állni egyben. Elejétől a végéig, és akkor szerintem tutti lesz. Na jó éjszakát!